Szevasz, M. Woodit. Street Fighter, szevasz! Ő, de sok, azt, mi van veletek? Azt a mindenit. Rahatú gyorsak vagytok, hopszili. Mi fiatalok vagytok, még gyors a reakcióidőtök. Poli, gameplay már, PvP, Zsozi, Robberka, szevasztok! Előre szólok, hogy a szokásosnál is bénább leszek, mert remeg a testem még a hétvégi alkoholmennyiségtől, hétvégén fogyasztott alkoholmennyiségtől. De elvonási tüneteim vannak. Adtam egy ilyen nadrágot, ami megy ehhez az erangeles cú. Most rohadtú menőn nézek ki. Szibátlan. A zsatár! Nem is akartam jönni egyébként streamelni, csak az előbb ránéztem Shroudnak a Battlefield-es élményeire. Egy óráig se bírta egyébként a Battlefield-et, váltott is át utána róla. Viszont megjött a kedvem a lövöldözéshez. Az Antal! Mizu, hát végre, végre sikerült összekapnom magamat. Hát majdnem úgy érzem magam, mint egy 100%-ig funkcionáló ember. Egész nap csak fáztam, meg remegtem, meg minden bajom volt. Melegítettem a WC deszkát, tudjátok? Kruplipüré legyen a csirkéhez. Én inkább csak egy jó salátát tennék hozzá. Az vigyáznom kell az alakomra. Szóval így Csantinak. Igyekszem megjegyezni ezeket a külön kéréseket, hogy kit hogy szólítsak, de az a biztos, amit el tudok olvasni. Amit nem az emlékezetemből kell előhozni. Első lucca mai streamben. Köszönöm szépen, M. Woodit. Hát ez itt gyorsan megjött. Hát M. Woodit, te meghackelted a rendszert, én úgy érzem. Fusosát, nem, a túlzott sörfogyasztástól. Na. Nincs is jobb hely egy bemelegítés, mint a Paradise. Egy Paradise nem, már csak két Paradise a jobb. Rendben, Anti. Hát, figyelni fogok. Előbb-utóbb felfogom. Hát, ja, biztos jönnek, még nem is kell fölnéznem. Azt ott fölvenném, azt, igen, ez jó lesz. Rossz gombot nyomtam. Kontrollt nyomtam. A célzáshoz, hát, az nem sikerült. Ezt felejtsétek el, nem láttatok semmit. Ez még a remegés miatt van. Magdi is itt van, szia Magdi! Na, azt nem ört Noel.
Ez az erangeles ruci eddig nem váltotta be hozzá fűzött reményeket. Lehet, hogy az a baj egyébként, hogy erangeles ruhába jövök szánhókra. Tos, ezzel van a gond. Mi mással? De szép vagy, Bélám. Ez igen. Erre költöd azokat a kicsi dolcsikat. Olyrókat. Tényleg? Még harisnya is van rajta. A nadrágot azt inkább nem analizálnám. Nagyon szép vagy. Jó van. Oké. Na nézzük. Az igazság, hogy egyedül nem szeretek más helyre ugrani, csak ilyen peredás, meg bootcamp, meg ilyen helyekre. Vagy, amit múltkor kitaláltam, hogy itt végigmegyek. Erre. Kiugrok. Ken Bravo biztos ugranak. Ugrok ide. És itt végigmegyek. Ez szégyen. Hát, ha erre a részére szűkül. Már a kurzort azért látjátok. Most úgy csak eszembe itt mutogatok, jó van. Mert egyszer rajta kaptam magam, hogy így mutogatok az ujjammal, hogy látjátok ott, és rohadt jól nem látjátok egyébként, úgyhogy nagy semmi értelme, de a kurzorral tudok mutogatni. Hát, ha ide szűkül. Jaj. Egyből ugrás, legjobb ugrás. Szia Magdi! Most látom, hogy be is köszöntél. Azt rögtön láttam, hogy működésbe lépett a... a modi éned. Én micsoda a dolgok, egy lágot, ha javítasz kicsit a pixelen, please. Mire gondolsz? Minőségre? Ennél nem lesz jobban, még nem lesz streamgépem. Streamelő, külön streamelő kép. Miért nem nézek körbe? Törzs már be. Nem kell nekem más. Ha jó, a berilt elviszem. Orosz rulett az. Ó, egyeskás, ó. Mit hozzak az eskáshez? Mi lenne, hogyha nem erőltetném ezt a berilt? Hanem helyette elhoznám azt a plastikus umbot. Ah, itt egy ember. Antaler. Mi volt a terved? Meg engem se tudsz lelőni, akkor neked ebben a játékban sok csirkére nem lesz érkezésed. Na most akkor mi van? Most akkor ezt már megnézted? Nem, ezt már én néztem meg. Nem baj, 9 milliós azért kell. Most nincsen más egyébként, nem mondta senki, hogy jönne játszani.
Igaz, hogy nem is kérdeztem külön. Mindenki látja a többiek közül azért, hogyha elindul a stream, meg egyáltalán ugye lehet látni. Ömök TS-en, Sát például játszik, TS-en látom, fönt van. Csak megvannak négyen. Annyira nem kell hirdetni a többieknek, elméletileg. Jó, hát ezt már kiutottam 100-szor. Jöhet is a következő állomás. Tíz néző, mindjárt 100. Tetszik a hozzáállásod. A pozitív hozzáállásod, Polip. Ennyi, 90 is már nem kell. Még egy eskás, wow. Még flash hider, az se kell. Fázok, minden bajom van. Csak kell ez a... ez nem kell. Vagy amikor egyedül játszom, akkor mennyire érdemes fölvenni a smoke-okat, azon gondolkodtam. Ez se kell. Jó. Én nem bírom már fölvenni. Miért nem bírom fölvenni? Miből van sok? Csipadot föl se raktam? Wow. Oké, thumb grippet ide. Meg ide. Ez alakul, alakul a loot. Egyébként, és egyébként jó a szűkülés, tehát amit mondtam, nagyjából oda szűkül. Ami viszont azt is jelenti, hogy akár találkozhatok másokkal is, akik hasonlóképpen vélekedtek. Én nem szeretem azt a berilt, de arra gondolsz, azt kifejezetten utálom. Hatoszkóp nekem nem kell, mert úgyse tudom használni. Gránátot el kéne vinni viszont. Azért nem szeretem egyébként a berilt, mert nagyon csúnyán szór. Föl kell teljesen szerelni ahhoz, hogy ne szórjon, amikor tunkol vele az ember. Egyébként pedig pötyögtetése jó. A pötyögtetés nem szeretek, az jó, az kell. Pötyögtetés nem szeretek fölvenni AR-t. Hallottam valamit? Mert arra csipát szeretek használni pötyögtetésre. Itt van most az SKS, majd az a pötyögtetek. Még kajása, egérpadom is. Sok sebből vérzik még ez a mai játék. Nem igaz. Kínosan szoktam rá ügyelni, hogy ne legyen olyan, legyen dzsúvás. Ez a kettes sisakból két darab, wow. Nincs több hely, miért nincs több hely? Mi ez a kétszeres szkóp így random még? Hát ez közel van. Gyere Bélem! Második út, hogy legyen min csirkevacsorát csinálni. Köszi szépen, Csaba! Pontosan fázom. Rossz előérzetem van. Itt van egy közel, érzem a szagát.
Meg ott is. Na várjál, szélről. Szélről fogom írtani őket. Nem akarok szendvicsbe kerülni. Ezek a szóló, meddig lesz így? Na, meddig nem csatlakozik valamelyik csipa. Tudom egyébként. Pepe nem szokott már ilyenkor így megjelenni. Szili elvileg dolgozik, de munka után szerintem felnéz. A sát az bármikor átjöhet a másik társaságból, főleg hogyha befejezik a játékot, és neki még van kedve játszani. Szóval benne van a pakliba, hogy csatlakozik valaki. De ha nem, nem. Tegnap nagyon jót játszottam a végén egyébként egyedül. Megmondom őszintén, hogy megvan annak a... Nem azt mondom, hogy romantikája. Az izgalma, érdekessége, hogy egyedül játszom. Talán, hogy ilyenkor egyből halnak az emberek, nem pedig lemennek kutyába. Ilyenkor jobban tudok reagálni a chatre is. Ez egy upgrade. Most fullos a loot, most fogok meghalni. Figyeljetek. Lehugyozni a kör. Mindegy, de megérte följönni. Körbenézek, és ne lássak semmit. Itt is van egy ember valahol. Az Killzone, szavazz Dani! Újságs kacok. Egy kis húslevest azt most nyomnék. Van itthon egyébként frankfurti leves. Csá! Erről van itt szó. Kérdésetekre a válasz. Na szóval tolod még egy darabig? Ja, most kezdtem el, még próbálok bemelegedni. Okay, okay. Még mennyi, akkor egyet-kettőt hozok valami kaját. Oké. Okay. Ne engem! Ezért nem jó egyébként, hogyha lefekszik az ember az ellenféllel szemben, akkor nagy valószínűséggel kap a pofájába. Hol a dobozod? Hol a doboza? Na jó. Karja nem látom. Most komoly? Most gondoljuk át egy picit. Nem látom azt a rohadt dobozt. Hát ne őrülök, még a hullát is kéne látnom. Csak most öltem meg. Látjátok? Hát ezt mindjárt feladom. Azt mondja, innen oldalról se onnan se látom. Közel van egyébként a következő szűkülés, tehát keresgélhetek még. Onnan jöttem. Tényleg hülyét kapok. Jó, feladom. Folyik a játéka. Jó? Nem az én hibám. Elnyelte a föld. Ja. Néha jó egyedül játszani egyébként, de hát... Általában a csapatban azért jobb. Jobbakat lehet ökörködni. Jó, öltem már kettőt, ez egészen jó.
Most már bármelyik házból lehetnek rossz arcúak. Ha itt már jártak, csak visszacsukogatott mindent. Látom ám, hogy nincs ott a skúló. QPC mellett, basszus. Ott túl nagy izgalmakat már nem találok ott a házban, maximum a sarokba kempelő egyéneket. Új cél, 1000 feliratkozó, 100 néző. Erre mindig azt mondom, hogy az új cél az mindig a plusz 1. Ez tök jó, mert akkor soha az életben nem kell újra gondolni. Nem kell kiírogatni. Nem tudom, elég sokan ki szokták írni egyébként, hogy éppen mennyi az új feliratkozó cél. Úgyhogy valószínűleg én sem rosszul. Ahogy megijedtem! Ne ijeszgess! Ennél lehetne nagyobb is. Nem nagy, hogy ide kijönnék, mert nem, rohadtul nem számít, hogy itt vagyok. Ide fog jönni, figyeljétek meg! Nem számít rá, hogy körön kívül vagyok. Terem, az jó, csak nem jött be. Múltkor már olyan simán megláttam egyébként az embereket. Mit szívok vele? Öregem pedig... Azt hittem, hogy feltáltam a spanyol viaszt. Tényleg? Áj, az utolsó eltelt. Utána már ott lettem volna egyébként a fa mögött. Hát te ki vagy? Nem te lőttél le? Túl gondoltam. Erről van szó. Mit kaptam? Ez igen. Szetes labaszt. Egy személyről beszélünk? Nem bág ez.
Túl negatív, ezért nem szeretem. Streamer? Esetleg? Várja. Egy személy mi van, barkóbázunk? Rágoogliztam, és azt látom, hogy Minecraftozik. Tehát nem ismerem. Acsit szeretnénk. Köszi szépen, Magdi. Ilyen állapotban? Nem elég egy top 10. Hát, ha sikerül valahogy kicsikarni. Fáradt testemből. Az is nagy kihívás, az hanyadik voltam az adag? Szóval Mr. Trollface. Nem csak Minecraftozik, hanem legtöbb a PUBG csinál meg a Fortnite. Aha! Fortnite-ozik inkább? Hát tudjátok, hogy vagyok a Fortnite, Minecraft. Nincsen vele bajom, csak ne kelljen érintkezésbe lépnem ezekkel a játékokkal. Kipróbáltam már mindkettőt. Minecraftot még évekkel ezelőtt kipróbáltam. Építettem 2-3 nagyon egyszerű házat benne. Aztán megnéztem egy videót, hogy hogy csinálják a profik, és elment a kedvem. Hány szólóvi nem van? Nem sok, de kettőt pár nappal ezelőtt sikerült begyűjteni egy órán belül. FPP-be, ugye? De akkor már úgy be voltam melegedve, akkor minden ment. Az egyik az 9 killes volt, a másik 5 killes. Ezt miért? Miért kezdtem el benyomni? Nem akarom benyomni. TPP-ből is van legalább egy... Nem vagyok benne biztos, hogy ennél többet nyertem egyébként szólóba. Mint amit most így felsoroltam. Na jó, vigyük el az AK-t, hogyha nincs más. Az nem szeretem mostában az AK-t egyébként, mert alapból nagyon szeretem, csak utána nem megy vele. Egyszerűen. Ami egyértelműen az én hibám, tehát egyben az rendben van. Illetve azt sem szeretem, amikor kétféle skúló van nálam. De hülye helyre estem. Szerintem ide még az életben nem estem. Nem is értem, hogy keresek itt. Mondjuk. Így jó. Oda esett még valaki vajon? Hol vagyok? Itt vagyok lent. Aha, igen, 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 igen. Hát ide szoktak esni. Jaj, miért az úton mászok állok? Jézusom. Előtt a Pepe. Hoppá. Csak nicsak, nocsak. A szolver. A kill rekordom? Igen, 9 a kill rekordom, de nem ott állítottam be, mert már előtte is volt 9 killem már jóval előtte. Ja, de az eddig a rekord egyébként. Tehát luxot elhozzuk. Áta. Most néző mindjárt száz. Azt gondolod, Palip, hogy most arra vágynak a nézők?
vasárnap este lefekvés előtt, étkezdés előtt, egy jó kis megszégyenülésre. Abból ki fog jutni dögivel. Ajjaj. Kilútoltam, és attól nem tudom, hogy merre tovább. Lenne, hogyha most még átnéznék, még mielőtt hátba vernek. Még aludni már holnap, suli. Visszakedd szép álmukat. Köszönöm, hogy benéztél. Fogjuk, hogy a túlpartról ki fognak szaszerolni. Miért ide estem? Ez egy hülye ötlet. Otthon ne csináljátok utánam. De azt atas! Ja, veled polit. Nem lesz ez így jó. Innye. Van itt minden. Tényleg? Még egy táska. Ahol lehet itt fölmenni? Nem fogtok lelőni hátulról. Múltkor nyomtam TPP-t és egészen meglepődtem ugye, hogy körbe lehet forgatni a kamerát. Ó, mindjárt nézői rekord. Azt hiszem eddig 21 volt. Nem vagyok benne biztos, de mintha 21 lett volna. Még már most is nézői rekord van szerintem, hogy a valószínűleg egyik szégyen kutya se néz. Azért a Pepe itt van, neki szokott menni a stream mellette, esetleg a Szilinek is. Sát közben írja, hogy kb. 10 perc is jön. Ezt én most úgy fogom csinálni, hogy elmegyek Pad Thai felé. Jöjjök ide a dombra. És nem megpróbálom megszórni a népet. Lefektetve a kubut. 24, hey! Hello, bello, mi újság, fiúk, lányok. Hű, az anyád úristen itt. Még nincsen nálam first aid. Nem baj, majd a golyó ütötte sebeket, majd a painkiller energital kombinációval befoltozom. Szóval, Jaci! Ott a first aid, csak odébb kellett van jönni. Egy legalább nem lett elpazarolva. Hát is van haver, köszi. Ez kell. Mondi már van. Is kell. Volt egy csipád? Miért nincsen nála csipa? Ó, hát ha nincs, hát nincs. Nem bírok fölven semmit. Miből van annyi? Na jó, lightweight-et kihajítjuk. Half grip-et kihajítom. Ezt is kihajítom. Föl kéne még szednem a 762-eseket, mert ez így nem lesz jó. Ugye nem jöttek ide, hát ugye hallották ezt a lövöldözést. Oké, okay, meg vagyok. Hoppá, hoppá, hoppá. Ezt nem vettem észre elsőre. Ki jött szeretném küldve 24 nézőnek, annyira nem volt nagy szem. De igazad van, csodaszámba megy. Tudja, hogy volt nála nagyobb szkóp. Hogy lootoltam ki ezt az embert? Itt a nagyobb szkóp. Próbáljuk meg még egyszer. Hoppá, most már ellátok odáig. Jó. Még mindig jó ötletnek tartom, hogy erre menjek. Pad Thaiból elvileg menekülni fognak majd azok, akik nem akarják, hogy lehugyozza őket a kör.
Szeretem a bortatas. Mert erre már nyilván magadtól is rájöttél. Csak az a baj, hogy tönkretesz. Nem úgy, mint ahogy általában az alkohol tönkreteszi az embert. Hanem mindenhogy máshogy is. Mindegy. Fogam fáj utána. Belem fáj utána. Az élet fáj utána. Jó, hát. Akkor erre. Mit van, haver? Nekem az kéne. Ott volt fönt, az Y tetején. Ír elő? Nem az EAQQ. Hey, megjegyeztem! Hey! Képes voltam megjegyezni azt a rövidítést, amit én adtam neked. Mit szólsz? De sokat látok. Ez a fű. Hova feküdjek? A kocsi tetejére? Nem feltűnő, ez biztos senkinek nem fog feltűnni. Na. Ott futott egy. Odáig el se szállagoljó, ezt hagyjuk. Utkor megnézzük egyébként, hogy kinek melyik volt a leghosszabb lövése, vagy legtávolabbi kije. Pepének 700, tehát 7-es 100 méter fölött van. A sátnak valami 450 körül, nekem meg 410, vagy 420, valami ilyesmi. Megvárom a szűkülést viszont. Ott ki kéne hajítani. Lássuk ezt a szűkülést. Szia, Gina! Az dead computer. Na. Ó, édes Istenem. Jó. Ima a terv. Aki Pynemből jön, azt megpróbálom lekaszálni. És aztán becsukom az ablakot, mert ide fogy a seggem. Megérkezett a tél. Vagy hát nem a tél, de mondjuk legalább az ősz megérkezett. Aha. Idon is jöhetnek még? Ajajaj. Hogy lesz, akkor ez jó. Azt is figyelemmel kéne, hogy szemmel kell tartani. A hidat. Hey, karod van, haver! Szeretném. Nem adod nekem? Ne! Azt hittem, hogy jobb beúrok a szikla mögé, mint egy főnök. Aztán kacsavadászat lett belőle. 20. hely. Ez a mai rekord. Spam. Csipram gyorsabban mondani. Spam, szorozva sokkal, köszi szépen a Lucy zenetet, Elmwoodit. Jó, hát ez... Ja, igen, becsukom az ablakot.
Ha már egy lendületben voltam, akkor elintéztem még mást is. Modit úgy lehet kapni, hogy egyszer csak a, így megjön az ihlet, hogy valakinek akarok adni. De mivel Magdi személyébe szertettem a világ legjobb moderátorára, ezért soha az életben nem lesz rá szükség, hogy még egy modi legyen szerintem. Mi van? Szolvert, ilyen ideges? Jó vagy. Nem úgy tűnt. Mostában nem szoktam ideges lenni. Ebben a játékban kevésbé. De egyébként voltam már idegbeteg. Amikor régen sokat csésztünk, na... az aztán falja a perifériákat. Próbált megért, nem? Oh! Egy kicsit feljebb célzok, megvan. Látjátok, semmi életen nem maradt. Kicsit feljebb célzok, csak egy kokit kellett ma bevinni. Arra a téledbe. Egészen tűrhető volt a reakcióidőm. Szóval, ja, Cségó. Az nekem felfalt 20 ezres egeret is például. Olyan idegbeteg lettem, hogy úgy volt, hogy... ugye a gépem... hogy is van? Igen, nagyon közel volt, nagyon közel volt a fal a gép mögött, mert a monitor mögött. Az nem volt ilyen lóbaszó asztal, mint ez, bocsánat. Nem is tudom, ilyen 50 centi mély lehetett körülbelül az asztal. Tehát ütés távolságon belül volt a fal, maradjunk ennyibe. És annyi idegbeteg lettem a csébe, hogy fogtam az egeret, és így elkezdtem csapkodni a falat. Maradjunk annyiba, hogy a falnak nem fájt, de az egér az ború járt. Úgyhogy a 20 000-es egér az elfütyült. Volt már billentyűzet, amit megfogtam, elhajítottam a másik sarkába a helységnek. Aztán lenyugodtam, odamentem, összeszedtem a kirepült billentyűsapkákat, mindent visszaraktam a helyére. Akartam visszadugni a gépbe, és kiderült, hogy igazából eltépődött maga a vezeték, tehát azt már az életben nem fogom visszadugni. Ott figyelt az alaplapból, ott állt ki a másik vége, úgyhogy voltak melyen balesetek. Óvatosan kell játszani. Nagyon költséges tud lenni egyébként, hogyha az ember leül játszani és idegbeteg, mint én. Mit tettem még tönkre, azon gondolkodom. Régen jó volt egyébként, mert lehetett a monitort ütni, vágni, és annak nem fájt. Ezeknek a nagy CRT monitoroknak nem fájt. Addig örüljetek, amíg ez nem jön elő.
Egyébként Tatas, az teljesen szubjektív, hogy az ember az mit vesz komolyan. Hát egy játékot is lehet, hogyha nagyon, talán hogyha ilyen versengő jellegű, kompetitív, mint a Cségó. És nagyon ráfókuszálsz, oda teszed magad. És akkor jön mondjuk egy random orosz, aki direkt elrontja a játékot, vagy valami, az azért nagyon idegesítő tud lenni. Tehát simán lehet, simán fel tud zaklatni annyira egy játék, mint bármi más az életbe. Éppen azt komolyan veszed. Mert ugye kicsit olyan ez, mint a sport. Ami azért nagyjából játéknak mondható szintén. Tehát hogyha mondjuk elmegy az ember focizni, akkor ez igazából egy játék. Az autósot itt lehet, hogy mégiscsak föl kell tudom venni. Basszus. Jó, hát akkor hallottam leesni ide az embereket. Remélem, hogy ide nem jöttek annyian. Jó, meghalok. Tehát elbeszélgettem az időt és nem fogtam fel, hogy mit csinálok. Mert hogy itt lesz ember, az biztos. Aha, ő az anyád picsáját. Egy jó fegyvered van nekem. Dolgozz meg érte. De kár, hogy nem jött be. Basszus. Képzeljétek el, hogy egyből utána jön. Utána jött volna, megpróbált volna lootolni. Azonnal felrobbant volna. Meg is lett volna a mai napi legjobb játék szerintem. Szevasz, VVCD. Na, na. Azért nem volt még csirke, mert még nem jelentél meg. Majd most összekapom magam. Csát is lassan megérkezik, és akkor több esély lesz. Mozog az asztalom. Emiatt volt. Csak az asztalt szoktam ütni, egére bírre nincs pénz. Igen. Új asztalra, igen? Értem én, hogy az ikás asztalok nagyon olcsók, de hát na. Ez egy periféria, kijön belőle. Nézd, már nem bírom be. Nézd meg, nem bírom betalni. Na, na, oké. Oké. Ez az oldal nem megy csak. Az is megy, jól van. Adjuk. Az druszám. Sörre, borra és minden jóra. Te jóra, amit tegnap ittam. Köszi szépen a lúcizit. Na mesélj, Tatas, valóban így volt? Ugye nem versz át, mint múltkor. Alkoholmentes sörre. Alkoholmentes bor, az már tényleg durva lenne. De amióta láttam képet, az ki tudja, hogy mennyire volt valós. Alkoholmentes vodkáról. Azóta én már mindent el tudok képzelni. Mindenféle abominációt. Há, folytatás be! Inkább alkoholmenteset itt el van. Tehát ami jól esik. Na jó ruins. Érzem a cheat. Sátot megidézős ruins. Jöttök még? Persze.
Aha, és került is megidézni. Most indítja a pámcsit. Szóval megpróbálok egy-két embert leszedni. És nem instant megszégyenülni. Hey! Te basztok! Te már fegyverért mész. Neked már van is valamid. Isten, itt hol az FPS-em? 39 FPS! Azért ez a nem mindegy, azért annyira nincs rossz gépem. 39 FPS, te jó Isten! Csak azért csináltam, hogy beinvelhessem a sátot, nem kell aggódni. Szóval tegnap szünnap volt, és ittam majd négyfajta bort, fütyülős meg dréhert borból, vagy megittam másfél üveggel. Valóban? Gyanús vagy te nekem, tatas. Miért ne vegyem komolyan? Hát ez történt. Megszégyenültem. Gyerünk, fogadd el. Konullázzák már a cuccokat. Ez most mi? Mire kell kattintani? Várjál, várjál, várjál. Oké. Okay. User joined the channel. Na re! Téjest véletlen kinyomtam ezek szerint. Úgy tűnik. Nem én átkoztalak ki, vagy ilyesmi. Hát, ja, téjest nem záródott volna be. Na. Na. Milyen pályát szeretné? Bármilyen. Újra már tudj, de azért... Az egyet mehetünk rajta. Igen, egyet mehetünk, igen. Hú, te. Jó, hát most már alakulok, most már bemelegedtek a tagjaim. Visszaszarul voltam. Egész nap. Mármint így másnaposan, vagy? Tegnap, vagy hát ma. De mindegy, mondjuk az, hogy tegnap. 3:30-ig live voltam. Amikor... Tehát péntek este délután kezdve? Arra gondolsz? Nem. Mi? Nem. Tegnap szombaton van... Tehát vasárnap hajnal 4:00-ig. Igen. 10:30 körül kezdtem este, tehát így tök későn. Ja, hát amikor én is voltam tegnap játszani. Hát ott nem is emlékszem rá. Nem, tegnap nem voltam. Na, látod? Akkor jól emlékeztem, ja, hogy nem emlékszem. Ja, csak láttam, hogy streamelsz, igen. És aztán valahogy... Ment, és 3:30 lett. Hm. És utána még úgy éreztem, hogy na hát van még egy fél sor, amit nem ittam meg. Hát akkor még nem fekszem le aludni. Még nekiálltam ilyen izé grafikai szarokat csinálni a csatornához. És hirtelen 5 óra lett. Mondom, le kéne feküdni, aludni. 20 perc van fölkeltem, hogy szarú vagyok. Jó volt. Sokat nem aludtam. Ma meg remegtem egész nap. Én már így izé, hogyha sokáig játszunk, ilyen kettőig, meg ilyesmi, akkor már úgy tudatosan nem állok neki így, hát még ez, ilyen tud ez a, így lebeg a fejem fölött, hogy meg kéne csinálni egy házit, vagy valami, és akkor na jó, gyorsan nekiállok, megnézem, mit lehet csinálni. Tudatosan nem állok neki, mert tényleg jártam már úgy, hogy így lehetett 2 óra a picsába, úgyhogy föl se tűnt. Jaja. Ó, egy jó kis military. Na viszont én bontottam egy pécsi apát. Na erre kíváncsi leszek, egészségedre. Szavasz, Dávid! Egyébként fun fact, hogy tegnap nyitottam egy sipát, és kristálytiszta volt. Hát azt nem mondanám meg, hogy akár felső erjesztésű egyetlen. Kicsit olyan, mint a Dreher-nek a PL-je. Hát konkrétan olyan, mint egy kicsit egy sűrűbb láger, meg egy kicsit keserűbb. Tehát nem, egyetlen nincs is illata. Semmi illata. Hm. Hát jobbra számítottam a pécsitől. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Thanks to the Powerpuff Girls. Ja, az nem az. Hatos nem jön senki. A C-re megy két csapat? Ja. Három. Na, a harmadikat nem látom, aki C-re ment volna. Hát a 6 ember. Ja, az igen, most esik le még egy dolog. Oké, okay, Office-ra ment még azt hiszem 3 vagy 4 ember, vagy 5. Nice.
Ugye viszont senki. Dénes belépett, várjál, nem tud bebizelni, várjál. User was moved to your channel. Szia! Egy. Az Dinom Dánom, mi van? Nem meglátom, hogy felfittu. De addig nem jöttem, még egyedül játszottam. És csak de, a sáttal szeretsz együtt játszani. Nem voltam itt, hanem így esküvői képeket válogattunk. Uff. Mennyi készült? 6300. Nehogy nem. Annyi nem, de azért majdnem. Azért egy fél internetet elfoglal az nyers. Fél internetet. Nem csak 50-et kell válogatni, hogy abból csinálnak egy ilyen nagy kreatív. Hát persze, de azt nem tudod, hogy mennyiből? Mit csinál bele egy kreatíves? Megszépít rajta? Nem, hanem a fotós azokat megretusálja, az 50 darabot, mert egyébként ilyen normál képek, és az 50 darabra csinál ilyen nagyon ilyen, ilyen szépíti, meg beletesz egy ilyen szép albumba, és akkor azt itt pluszba kapjuk. De azt nem mondta, hogy mennyi van a labból? Nem kíváncsi vagyok. De látom, csak nem lát, tehát ilyen honlapra tölti fel egyébként, ahol végig tudjuk nézni, tehát nem így pendrive-on adja a labból. Majd később kapjuk meg pendrive-on. De szerintem, hogy olyan... Szerintem sokkal több van, tehát először megszűrte lehet, hogy a szarokat, mi rossz fényület, meg ilyenek, azokat nem is tette fel. De szerintem, hogy olyan... 2-300 között biztos van kép. Uh-huh. Nem rossz. Olyan fura a hangod egy kicsit, olyan robotikus. Igen, valahogy rossz a mikrofon. Faszom! Na, igen, Cloud, Cloud 2. Kurvára nem lehet szar. Hát, de... Csak nagyon közel kell rakni. De... Ugyanott van minden egyes kicseszett nap. Ez nem igaz. Ugye? Ugye? Ugyanott van, bazzeg. Nekem is Cloud 2 van talán. Ugye? Igen. Ja. Nem tudom. Aminek egyébként a mikrofonja az teljesen középszerű. Tehát... De még mindig jobb, mint a többi, akit próbáltam ezen a szinten. Ebben az árkategóriában. Nem tudod, hogy mi kell. Ez neked van a fegyvered? Van. Én így fogok legközelebb venni, az fixen. Amit hogy lehet, hogy jönnek. Ja, most már megjelent Magyarországon is. A... Ennek a Bluetooth. Ó, oh, az nem Bluetooth-os. Akkor mit tudom én milyen. De hát, az nekünk vezeték nélküli odori. Igen, vezeték nélküli. Azt akarom megvenni. Ja, az jó. Milyen vezeték nélküli, hogyha nem Bluetooth-os? 2,4 GHz-es? Így. Hát ezek mindig ezeket? Olyanok, aminek saját USB-s adóvevője van. Bence Dániel megölt valakit. Hűha, vigyázzunk a fiúval. Ez a sör, ez nem nyűgöz, de. Raklak titeket a másik monitorra. Vagy egy keserű láger. Tehát... Jó, ezt ne lootoljuk ki még egyszer. Hármas kop kell? Nem. Amíg elrakom, hogyha te nem akarod. Ja, van négyes. Azt mondjátok meg, hogy miért van. És azt az előző kártyám is csinálta. Fönt van egy vason szerintem. Vagy az egy hulla? Én nem hiszem, hogy lenne ott bárki is. De látod miről? Ha eltűnt, akkor hulla volt. Vagy Houdini. Oh! De feliratkozó. C-ről. Na, Zsolt. Ütv közöttünk. Középső C-ről lövi a vasat. Na, menjünk már, csináljunk már valamit, már itt a Dénes, azt már topzódik. Topzódik. Szavasz Gábor! Szavasz Noel! Szavasz Droid Hungary! Szevasztok mindannyian! Öregem, ilyen hülye szögből megközelíteni az objektumot. Ebben vannak emberek. Csak egy tárom van az AK-ban. Na jó, ezt biztos meghallották. Szar helyen vagyunk nagyon. Persze, hogy szar helyen vagyunk. Menjünk be. Menjünk. Másik végében volt egy. Oké. Okay. A felső emeleten. Kapta. Kiugorhat a
Hát délre, dél felé. Valószínűleg kiugrott. Itt vagyok a lépcsőnél. Ahol senki. Ja, még a túlsó szárnyban volt. Biztos kiugrott hátra. Vagy bent kempel, mindegy fasz. Azért ne kérőzz vissza azt a sört, annyira nem szar. Granada. Én voltam. Kiugrott onnan. Most ugrott ki, vagy? Nem, egy ideje már. Jó. Így ilyen narancsárga felé van valahol. Vagy alattunk egyet. Na jó, gyerünk, akciócsoport most. Jó, jövök veled, az biztos. Velem jössz? Az biztos? Az itt voltál, mert mi mellett állok? De ahogy voltam. Jó, kimászott. Jó, a félreadkozó. Hello, Belly! Azt a kurva, északi célről. Ja. Fölkapsz gyorsan. Aha. Az veszélyes. Olyan buksi. Simit kaptál te? De úgy, hogy közben rohantam, és nem tudom hány ajtón keresztül. Vörösen festett a frizurát. Kell first aid? Igen. Jön már ide. Középső lépcsőn jött fel. Hogy is ment? Nem tudom. Oh, Tomikánnal ilyen messzire mi van? Akkor átlag voltam, az igen. Esélytelen, és most jön alulról is még egy. Igen, most jött fel nálam a lépcsőn. Na várjál, ennél van a kar. Hát nézd meg. És ott van melletted? Igen, folyamatosan tapos. A kurva életbe, persze. Én valószínűleg el se találtam, hogy meg keresztül a kurva vas van. Nem hiszem el se találtam, geci. Erre de kíváncsi vagyok egyébként. Őt gecis vasat. Isten. Annyira kíváncsi vagyok, hogy Tommy Gunn, ahogy tudott így mindenen átlőni. Mi? Detroit Hungary. Össze a félre adkodál. Ez meg, de simaliba volt az ő szemszögéből. Úgy emlékszel rám? Csak a nevet változtattam. Be, hogy ne emlékeznék? Csak a nevedre nem. Hát, de milyen kérdés ez? Ilyen csúnyát már régen laggoltam, mint most. Konkrétan, ahogy elkezdtél ülni, kijöttem én is a szobából, és így megakadt 2 másodperc a játék. Ilyen network-leg detektét kiírta, meg minden. Az jó. Tehát ilyet nem szoktam laggolni. Vagy teljesen kifagy, vagy egyáltalán nem. Ez az ilyen only motor cucc, ami rajtad van? Ez az erangelszet, jó? Erangelszet? De most kiderült, hogy erangelen sem segít, semmit. Ja. Az... Persze, úgy csinogsz, mint egy hullócsillag. Azt mondja, így tovább haver, hogy a legjobb. Köszi szépen, Zuma. Ahogy válaszoltál nekem, Grez, elment a wifi. Kresztel, tudsz Jago szörfözni? Mi az a Jago szörf? Mi? Ja, az amikor hogy mész azon a pályákon is így... Ja, sose játszottam vele. Én azt próbáltam, az kicsit nehéz. Be lehet jönni, de ami nekem sose ment, én nem tudom az, hogy lepette volna. Én nem szeretem az ilyen játékokat. De az jó, az, hogyha Jagoval foglalkozol, és szeretnél jó lenni, akkor azzal kell foglalkozni, és szórakoztató tud lenni úgy. Egy-két pálya nagyon jó. Csak nagyon nehéz pályákat nem jó választani. Én másfajta ügyességi játékokat szeretek játszani, például a Portált, meg ilyenek. Super Meat Boy. Portál az hol ügyességi játék? Red Bull fanok. Szavaz. Hát az azért... nem ügyességi, az gondolkodóság, az nem ügyességi. Az nem ügyességi játék? Az egy darab ügyesség se kell. Nincsen, ott gondolkodni kell, csak is kész. Jó, egyébként ott lesz a kutyaállásra, hogy valószínűleg ti csak a sima játékkal játszottatok. Vagy a Bálint Tibivel annól, hogy végigvittük, így az első részt, nem, a másodikat, pardon, azt lehetett kóba egy, játszani. Szigle végigvittem, de kóba más. És lehetett ugye tölteni community mapokat. Ja. Ott aztán voltak izgalmak, baszod. Hát ott lehet. Az ott ja. Olyan ügyességi volt, hogy megőrülsz. Arról nem tudok nyilatkozni. Tudod, mi az ügyességi? Itt nyer. Super Meat Boy.
A... Mi ez a Turbo Nation, vagy micsoda? Van egy ilyen kis... Legyen. Azt nem vághassuk. Free-play játék. Már de ez a neve, nem? Nem tudom. Trackmania Nation. Vagy micsoda, az Trackmania. Az is játszottam egy ideig. Hú, az nagyon nehéz. Hát ott is áll a community pályák, azok igen, igen, kurva nehezek. Igen, ne ugorjatok még, mert én nem töltöttem, hát ott első. Tényleg, várja, visszamászok a repülőbe, várja. De tényleg így abban a pillanatban nyomtuk meg az ugrást, amikor... Ilyen karcsapásokkal esetleg visszatudok valahogy. Na menjétek a gépnek a vonala felé tovább egyenesen. A egyenes oda, amit most nyissátok ki az elnyőt, és a géphez érkeztek, ahol végre. Ne vagy te. Sajnálom. Várjál, keresztül, legalább látom a monitorodon, hogy merre kell esnem. Tehát autót? Nyomj egy térképet, Gret, hát, akkor látni fogom. Tos. Ja, most már látom. Találtam valamit. Aha, jó. Ez még működőképes jármű. Hol? Várják, jövök ide az útra valahova a Dénes felé. És látok, merre menjünk, jelöljetek valamit. Hol vagy? Már kiszálltam. Éppen Los Angeles fölött megyek. Akkor te nagyon máshol ugrott, te. Hát mit csinálj, Jézusom? Hát milyen gumik vannak ezen? Merre menjünk, ha a középre találkozunk. Én itt meg fogok halni. Nem gond, megyek. Keresztül visz. Megyek. Hármashoz megyek. Meg rossz fel megyek. Csak felpiszkálom őket. Ez komikus lesz. Minden út feléd vezet, sár. Be volt tervezve. Be volt tervezve. Aha. Meg úgy is amúgy. Hát ott rám se lőttek. Tudták, hogy magamtól is megoldom. De jó, hogy fékek. Szia, Anita. Azt mondja, mit mondtál, Troid? Egy másik csatin egyszerre lettünk modik? Ezt nekem mondtad, mert én sehol nem vagyok modik. Hogyha igen, akkor elfelejtett róla szólni, aki kiosztotta nekem. Tényleg? Valóban? Ez a sekin? Úristen, a kódhoz képest az annyival lassabban szedegetett cuccokat, az ilyen tiszta, gyors. Az más. Szippantom, mint a izé. És a legnagyobb különbség, hogy ott, hogyha rányomsz, hogy vegye fel, akkor fölveszi. Az ott fölveszi? Azt a rohadt életben azért. Nem semmi, miket ki nem találnak manapság a fejlesztők, nem? Igen. Tényleg. Úristen, de nagyon furcsa. Ja. Meg a mászás is. Kizőnyos. Lenne ugorjak valahonnan magasról, hogy kinyílik majd az a mókusról, de itt nem fog. Ha majdnem ott vagyunk, ja nem. Itt én tök biztosak vagyok. Mi viszont nem. Én vezetek. Ez viszont sima volt, ezt el kell ismerni. Ezzel jóvá tettem legalább egy ütközést. Meg ezzel. Igen. Nem rompadunk fel a gecibe. Praise Jesus. Easy. Ez neked lobban régen volt bent? Tehát hogy ne lett volna? Van benne ezer... Mindenkinek lehessen. Ezer meccsem. Ezer nyertes meccsem? Melyiket számolja? Szerintem a nyertest. Ja, mini, vagy a... SKS jobb. Hát valamit? Én régen jobban szerettem a minit. Értem, nagyon jobb a kilépő sebessége is. Ő viszont gyengébb. Viszont gyengébb. Meg nem rúg vissza annyira, nem? A mini. Ja, hát nem rúg vissza annyira. Viszont azért szeretem az SK-st újabban, mert ha eltállok vele valakit, egyfelől számít, másfelől pedig örömújongás van, mert kurva nehéz eltállni vele bárkit is, de az SKS akkor ugye, amikor fullba van szerelve, nem? Egyébként hát meg, elképp meg rohadszal. Hát de hát mekkora? Hát de az meg dénes. Te aztán feltaláltad a spanyol viaszt. Minden fegyver akkor a legjobb, amikor fullosan fel van szerelve. Nem, de jó, de úgy értem. Nem. De akkor úgy mondom, hogy akkor kezelhető, egyébként meg nem. De mindig még hát kezelhető felszerelhető is. Alapvetően igen, ettől függetlenül mindig az tényleg el kell találnod egy embert vele ötször legalább. Az a fegyver, összecsuklik. Az a fegyver, amin ugye négy felszerelési lehetőség van, az persze jobban kell szerelni, az ott egy ember. Hol? És kiszúrt. Hol? NV-nél.
A másik település, vagy a település túloldalán. Ja, hogy ő lelőtt így egyből, értem. Elbújtam. Tényleg? Egyet belelőttem, ő meg se kottyan, én meg megadodok abban a pillanatban. Nekem nincs fegyverem, tehát nem nagyon tök. Nem, most is csak az, a probléma. Akkor nem is volt mit lelőni. Találtam fegyvert. Nekem zsizsak kell, mert rájöttem, hogy az nincs. Nem is akármilyen fegyvert. Na gyere Bélem, gyere ki a hóra. Háha, most olyan 355 felé vannak. Ott vannak a hangárban, nem? Előttem. Bent van amúgy egy csávó ott abban a nagy hangárban. Az lehet, de ezek kint vannak így a lófasz közepén. Nem, most jön a csávó. Hol van? Meghatott? Ja, nem halt meg. Egy már ilyen narancsárga. Persze, ne halljál bele. Hogy többször eltállni egymást az SLR-re? Halló? Nem mi a baj, jó helyen vagyok. Édes egy már a narancsárgán lesz. Jó. Már gránátozik ránk. Hogy tudta ide eljárnod? Hát na itt van már közel. Összeszedlek, vagy össze tudok szedni? Már összeszedtem. Meg vagyok. Meg fogok pusztulni. Jaj, még egy gránát! Itt egy kettes is csak végre. Már itt van a kocsiknál. Au. Mi? Ott egy hal. Miért fordult a köcsök? De nem lő ez a szar, nem vált át ilyen gyorsan. Ajjaj, nem is sebződött. Olyan lassan vált át. Egyik havarjukat leknokkoltam pedig. Imádom. Olyan lassan veszi a fegyvert, mint én, hogyha elmennék a konyhába, felütnék egy tojásrántot, azt megcsinálom. Felütsz egy tojásrántot, tehát. Az kész is van, nem? Hát igen. Hogy te mit szoktál tojásrántottából csinálni? Nem tudom. Mondjuk omlettet. Ez nem így működik. Nem így működik. Legutoljára, amikor konyhába jártam, még más szabályok voltak érvényben. Na, menjünk egy elő. Nem is erangját akartam, hanem száhokkod. Hányszor nyomjak rá? Jó, ott van az. Nem lettem kopasz. Megvan még a hajam. Csak valaki poénból bele egy támadó, nem? Támadta meg. Nem azért, mert az a baj, először is mindig szar a sérom. És azt mondom, mindig egy csomót kell bepecselni. Hogy kinézzem valahogy. Sokkal egyszerűen sapkát fölvenni. Sörre, köszönöm szépen Magdi! Ja, egyébként hozzátenném, hogy Lutzfól összejött már 4 euró. Még 1 euró kell, és ki lehet venni. Ki lehet csalni a rendszerből, el tudom utalni. De ha még rászámolnak egy 3 eurós kivételi díjat, nem? Imádnám. Meg a magyar kormány még rádobna egy áfát, vagy valamit. Ezt már adóznod kell, vagy katás vagy? Hogy kéne már? Hülye gyerek, ezt a Lutz adózza. Nekem is kurvára remélem. Hát azért volt ebből ilyen mizéria, amikor voltak ezek a pókeres oldalak, meg ilyenek, tudod, full tilt póker, meg a többiek, és volt az, akit a saját országon még meg akart pluszba adóztatni, meg ott botrány volt belőle, hogy mennyit keresnek ott az emberek, közben meg ugye minden egyes kör után ugye szedi be a lóvét a hely, és az adózik, de... Ja. Nem tudom, még megmondom őszintén, hogy az 5 euró még nem lépett át nálam egy olyan érzelmi határt, hogy elkezdek utána olvasni. Tehát a loot az azt adózza, amit tőled lehúz, de azt, amit te megkapsz, azt ő nem adózza. Hát, amit te részét megkapod. Jó, majd utána olvasok, hogy hogy működik. Jóvatosan mehelsz, állít a bankaktól, aztán izét. Veszek 5 sört abból a pénzből, és mehetek az adósok börtönébe, vagy nem tudom. Behív a kormány. Ilyen fedett NAV ügynökök fognak majd kiszolgálni a bárba. Nem szabad megmondanom, hogy ez a Lutz pénzből van. Na, egy kemp alfát. De azt mondja, jó éjszakát, köszönöm, hogy benéztél. Még mindig robott a hangom? É? Nem. Nem, valamit megmozdítottál legelején, és utána jó volt. Közelbe mehetett 3,5 mm-re.
egy baronnal, vagy hogy hívják ezeket fejjel. Beszélek most. Vagy mi? Baritonnal, vagy mindenki hívják ezeket oktávban. Egy baron. Egy baron az, gyerünk. Gyerünk alfára. Az tök gyakori Anita, hogy valaki kopasz és van egy bazi nagy szakálla. Jobban ez divatos. Főleg a kopasz férfiak körében divatos. Szerintem egyébként mindig is divatos volt. Igen, ide közelebb pont jön, de kicsit menjünk. Hát a francsit tudja, bar, ide balra menjünk, mert... Mi? Hát... Én már balra. Középre leszállom. Én előre megyek. Idehez a csókához. Persze. Nekem olyan lassú ez a szar, hogy nem tudja semmi. Hát az a serez buborékos. Öltem egyet. Ah. Az akkor... Jó van, gyere rám izével, sörétessel, te szarszutyok. Jó, hogy bejöltünk valamit, és én odajöttem. Hát jó, legalább ott is volt valaki. Lő téged balra fönt. Sát, balra. Becézott téged, balra, meg a bal között. De azt látom, amit most. De nem. Jó. Csak ne nézz jobbra, mert lelőnek. Van fölötted, Grass. Most fölötted. Fasz meg. A felesett tréfa. Nincs több skullom. Help me, Obi-Wan. Kettem oda kapva a házba, Grass, ahol elszaladta. Fasz csinál. Kurva anyját. Szopat téged, de nagyon. Ráfutottak, hogy ez. Sát, ez itt nem a Grez, akit most hallasz. Itt van még Grez 2 legalább, egy. Itt van balra fogod be. Itt van valahol nem messze tőlem egy. Mi csáva? Jön ilyen esfelől. A lépcsőn. Van, ilyen külső lépcső van. Futtad még egy? Alattad, Grez. Wow, shot ilyen volt. Még kapott rám. Oké, megvan. Jó, megvan 4 ember. Részemről. Ez ennyi volt. Részemről 2. Dénes, nem hallottam, hogy te mennyit töltél. Alap. Magamat. Csak ebben ezt a medkitet benyomom. Mert én odaestem, ahol kellett volna. Öreg hiba. És hárman voltak ellenem, mert valaki csapatba játszik. Erő kellett itt. Te egy first aid is. Hát ez hülye. Kösz. Mit nyomjak még magamba? Te painkiller. Hát... Fogolsz, Geri. Nya. De hol a gránát? Itt van még 2 energy drink, meg egy pink. Elég lesz már. Már nem érzem jól magam. Jól fogsz lakni, nagyon. Nincs granyó sehol? Nincs. Kupasz meg egy kar. Oh.
valakit. Aha. Az meg egyszer előttem. Ketten jönnek rám. Konkrétan rajtam. Bent a házba itt mellette meg meg... Mi? Akkor ezek hárman vannak. Ja igen, nem dózunk. Egy is felejtettem. Hát! Baby katona megjött. Azt mondjátok meg nekem, igen. Hogy hogy lehetséges, hogy az a kártya hibája, vagy na, nem tudom. Igen. Ezt csinálta a G10970 sem is, tehát nem biztos, hogy a kártya hibája. A kódban ugye mondtam neked, hogy nincs meg az FPS-en, pedig meg kéne lennie. És úgy működik, hogyha egyszerűen minden más játékban tökéletesen működik, de a kódban úgy működik, hogyha mással játszom, vagy így már régóta be van kapcsolva a gépem, akkor ilyen 10-20 FPS-en, 30 FPS-en volt, olyan a 60-70 helyett. Ha újraindítom a gépen, akkor 60-70 minden. És ha játszottam vele sokáig, utána megint volt olyan, hogy így random így lement vissza erre a 30-ra. És ugyanezt csinálja az új kártyámmal is, de csak a kód, hogy van 150-160 FPS-em, de hogyha játszok vele, vagy olyannya van a gépnek, akkor így bekattan, és csak ilyen 30-40 FPS-en van. Valószínűleg nem a videókártyánál kell keresni a problémát. Nyomj Reddit. De... És kérdeztem haveromat, neki például ugyanezt, tehát random játéknál például neki ezt a Rocket League-nél csinálja. Hát az a tippem egyébként, vagy nem tippem, hanem tanácsom, hogy a MSI Afterburner-t azt tedd föl, és ilyenkor indítsd el, és nézd meg, hogy mi az, ami mondjuk fullon pörög. Tehát ki lehet iratni, hogy proci, videókártya, memória. De amikor leizélem és megnézem, hogy mi fut, akkor tehát nincs semmilyen, mindenki van kapcsolva. De hogyha alta volsz, és úgy megnézed, akkor aha. Már kapásból a videókártya elvileg nem is dolgozik, mert ugye az csak az aktív aha. Kijelző, vagy, tehát a és mi az MSI Afterburner? Ez mit csinál ez a program? Hát egy csomó mindent tud csinálni, de egyébként arra szokták a legtöbben használni, hogy ilyen mindenféle statisztikai adatokat kiírassanak így a bal felső sorokba, FPS-t, meg hogy hány százalékban vannak használva a cuccait. Jó, de hogyha nem kapcsoltam be semmit, tehát játszom egy játékkal már második órája, és egyszer leesik, és semmit nem indítottam el, akkor az nincsen egy program, ami elindult magától akkor. Hát de vagy... nekem ez pont úgy hangzik, mint hogyha valami a memóriánál lenne probléma, vagy pedig egyébként az, ami random el szokott indítani dolgokat, az a Windows Update ilyesmi, elviszi az erőforrásokat, olyan szokott lenni, de ez nagyon drasztikus, azt nem de, tudom. De csak... A Blackout ne csinálja. Csak annál. Az. Olvas utána, tehát, hogy van-e ilyen bug a Blackout-nál. Haron beírt a fórumba, próbáltam, és azt hitták vissza, hogy ott abban kell keresni a szállat, hogy éppen mit használ a processzor, hány szállat, meg ilyenek, de... Nem tudom, tehát túl sok értelmes válasz nem jött rá. Ezt a kiiratást próbálnám meg... Most tudom igazából. Jó, csak én nem látok semmit a számok, hogy mit kell látom a számok, nem értek hozzá annyira, hogy most akkor... Hát hogyha azt látod, hogy 100%-on pörök hirtelen a proci, amikor addig 40%-on, akkor az elég gyanús. Jó, de hogyha minden szám ugyanaz csak leesik, akkor a videókártya gond? Biztos, hogy nem. Én nem hiszem el kétszer egymás után hibás videókártyát fogtál volna, ilyen nincsen. Jó, de ez a GTX az már megvolt 3,5 éve, ezt most vettem, használtam. Jó, tényleg használtam ettet. Hát most mindenki fizesek ért áramszer, úgyhogy van rá két év garancia, van rá garancia. Tatas, jó éjszakát. Nem tudom, ennyit tudtam. Igazából, ha itt lenne előttem, akkor elkezdném tesztelgetni. Most én sem tudok csinálni. Shotcamre, nem tudom, beolvastam-e Elmwoodinak a lucziért. Nincsen ilyen hely valahol Pesten, ahol ezt megcsinálják helyettem, mert én nem foglalkozok ezzel a tesztelgetés baromsággal. Ez nem értek hát... a azért nem foglalkozok vele. Az, hogy van egy ilyet, tehát ez nem az, amivel szervizbe kell vinni a gépet, hogy figyeljetek, hát, van egy játék, aminél néha leesik az FPS-em és úgy marad. Hát nem ez... néha, hanem minden egyes alkalommal, tehát nem néha. Ilyen nincsen, ilyen nem viszik az emberek szervizbe a gépet, hanem egyszerűen még tesztelnek tovább, és hogyha azt látod, hogy tudom, valamire rájössz, hogy valami gebasz van, amit elkezdsz pörgetni 100%-on vagy ilyesmi, na akkor viszed hozzáértőhöz, jön utána egy ember. Gyere felém! Kéne skulló. Egy futott, igen. Milyen kell? Hányan voltak ott? Egy. Kettő. Az a baj, csak 30 tőszerem volt.
Tud, itt vannak fölöttem. Ja. Nem tudok fölmenni. Ott vár, kettő kemper, két anyja. Fönt vannak ott. Hm? Itt az a játék. Erről szól az a játék, hagyjuk. Azért nem tud föl, nem tud fölmászni. Ez bazd meg. Hiba Siri. Ott nem láttad. Jobb fasz Siri vagy. A telefonra néztem rá, hogy miért hív a Siri. Mit akarsz? Várjál, most hangos vettem is ki, rá. Hangos is ki, hangos is ki, hangos is ki. Dehogyis, már rég elfogyott. Vegyél a boltba. Mint egy... Most kerestél vagy 60 ezer forintot, vegyél a boltba. Na, 30 ezerből is kijön egy üvegbolt. Fölhívsz egy jó tarhálásra, mi? Ez igen. Na jó, azt mondja, hogy... Untac. Csá. You bore me. Azt mondja, van-e még bor, mert jönne érte. Így, vasárnap este. Magdi, igen, ki is találta. Magdi számára a Siri akár egy nyitott könyv. Bárki számára Siri egy nyitott könyv. Igen. Redízzél már Dénes, az Isten verjen meg, de most már komolyan After aztán tényleg. Afterburner töltök le. Mi? Kit érdekel? A Solver újra. Adok egy pisi kockát. Kill. Dénes. Siri, hess a chatről. Gyere inkább játszani. Érted, nem azért hív föl, hogy Csőkrenc pont arra fogok menni. Vigyek neked valamit? Kérsz egy sört? Nem. Van borod? Most keresed 30 ezer forintot. Ah. Van valami egyszerű mód arra, hogy megissem a streamnek a chatjét, külön a blogba. Hát nem tudom, hogy egyébként neked ugyanúgy nézze ki a felület, de elméletileg ott a chatnél kell lenni három, vagy nem tudom, hogy hány pontnak ilyen függőlegesen vannak egymáson. És akkor az a további lehetőséget hozza elő, és akkor azon belül van egy, hogy... A pop-out chat, aha, de jó. Igen, igen. Na. Mert én múltkor abból jöttem rá, hogy konkrétan így ez egy iframe-be van belerakva a HTML-be. Na. Ezt így megnyitottam az iframe-nek az URL-ét egy másik tabon. Az se rossz. Csak hát az így jelentősen mozerásabb. MCD nem aludhatsz itt. No, Émi otthon van. Szerintem nincsenek meg a testi adottságait hozzá. Persze, hogy itthon van. Ugrott még valaki? Mert így nem fogtam föl. Nem, szerintem nem. Csak a varjak. Narancssárgára esett két ember.
Egy M4, hát jó. Nem vagyok lenyűgözve az M4-től. Legyen. Jaj, jaj. Holnap munka. Yep. Fut. Távos lesz. Hát ez mi volt? Csak nem egy revolver. Mondom, narancsárgán vannak emberek. Egyébként valószínűleg revolver volt. Kumpot találtak azt? Voltok? Nálam van egy gyump. Nálam is van. De hogyha fölösbe kell valahogy találni. Itt is van egy. Jelöltem. Köszi. The Chinese noob. Ha végigjösszeten a szaron, a kifutón, akkor van rajta egy kondi is. Nem, nekem van izé hangtompítóra. Ahogy gondolod. Ebből is látszik, hogy nem vagy normális. Pedig is tudtuk. Tudom, hogy egyébként olyan pillanatán annyira nem is borzasztó választás, olyan szempontból, hogy alapból sem szór túlságosan. Jó, jó. Főleg, hogy még ráraktam ezt a pötyögős markolatot is. Vagy? Hát az tényleg hülyeség. Az az. De rámegy. Már nem tudlak megvédeni. Rámegy, hát kompatibilis vele. Ennyi. Csak azt mondja. Azt is miért veszem fel automatikusan az összes scope-ot, amit meglátok? El stupido, meg azért, hogy nekem ad egyébként. Igen? Kettes érdekel? Aha. Pocket full of shit. Ez volt a neve. Kettő is van nálam felesleg. Hopp, az mi volt? Tényes. Véletlen klikkeltek. Próbálgatom. Vagy nem véletlen. Jézusom. Van AK, hogyha valakit érdekel. Kipróbáltam a hangtompítót, meg a nem hangtompítós vektoromat. Nyugodj már meg! Nyugodtság van. Akkor van a rackup? Ja, tessék. Thank. Itt a drop mindjárt. Kell... Bulletproof chick, but time grip, fixenit meg. Ese... Nem prepared. Fölmászol érte? Hát dob le. Egyébként nem értem, miért nem lehet dobni. Merre menjünk? Öljük mi narancsárgáikat. Jó. Legyen így. Mi? Ott vannak? Ott biza. Láttak oh, volna. Sásnak boostra, skillre és egyéb finomságokra. Ja meg színnek agyra. Hú, tatas, ez nagyon személyre szabott. Szégyenkutya tévére szabott üzenet volt. Köszi szépen. Mikor kimaradni a buliból? Kinek hány kite van? Három. Nulla. Nem szeretnek téged a kitek nagyon. Nem, mert én... Neked nem tárnak el. Itt van Cvai. Képzeljétek, hogy ma új nézői rekord volt. 24-en nézték, 24-en. Hm. Úgyhogy ugye nem voltatok itt, hogy ti is nézzétek. Hm. Ugye? Az nem rossz. Ugye? Ugye? Én hallom, hogy az ellenkező irányban van a buli. Hát, én nem figyeltem, de szerintem 10 minek az ellenkező iránya? Kb. Hát, egyébként. Ja, úgy 10-20 jön. Jó. Azért kérdezgetem, hogy jól hallom-e nagyjából. Ott látom is a flash-t. Házikóban vagy hol? Ezért fontos nem. A flash hider. Hogy a sás ne lásson meg benneteket. Merre? Házon túl, vagy pont nem házon? Kint így a kertbe, egy meghalt, akkor volt. De ott a házon belül, a házon... Hát így össze-vissza, mit tudom én már. A kőfal mögött, akkor így kezdődött. Nem. Milyen már kérdez? Elrohantak mindenhonnan, tök mindegy, ja, így jöttem valahol. Ez igen. A jó, jó az info. Valahol ott vannak bent a házak között, valószínűleg. Utaljunk is át az info, hogy lehet, akkor elmondjuk.
Hogy följebb menni? Hát ez micsoda kurva jó hely. Nézzétek már, mit találtam. I am hidden. Hát ez király. Ott van, ember. A, ott a falnál. Falnál? Aha, karvannál. Engem lő. Egyszer ellőttem, de hát ez a szar nem sebez. Utáltam el. Itt van bent a házikóban szerintem. Bent a házba, igen. Nem tudom, hogy a haveré hol vannak. Most jött át így az út túloldaláról. Elbújtam. Ajjaj, jön a bombizás. Egyedül voltam szerinted? Egy a ház bal sarkán van. Látom. Ott bent az ajtóban? Ne, hát nem tudom, hogy az ajtóban-e. Csak nem fogja csapni. Mind a kettő engem néz. De körön belül vannak, vagy kívül? Benne vannak, persze benne. Ez az oldalon. Hát én elfutok innen. Én meg közel megyek. Kerül, inkább két oldalról lőjük. Á, geci. Fölkapsz. Itt elvileg. Persze. Ugrottam és előtt ugrás közben. Az a jó. Olyan lassan lehet főszedni, nem, mert lelassult ez? Ő csomadék tart. Egyik megvan. Óvatosan. Egy, aki, egy körön kívül. Egy körön kívül egy csapat. Arrafele. Bejelöltem. Óvatosan felszok. Mi? A kutya fáját. A jó kis prefire-ra hagyjon meg. Hol van? Ben. Meghalt egyből. Király, király. Enyém is. Kint volt a csávó egyébként a fűben még egyet, és az lesett rátok. De azt megölted? Igen. Ja, hát jó, okay. Én lefektettem. Meg okay, titeket okay. Nézett. Uh-huh. Körön kívül. Köszönöm. Hogy jobban nem egy másik csapat volt. Rohadt nehéz. Nem. Azonnal halt. Oké. Okay. Most hát, hogy nem azonnal halt, de beadta, amikor lelőttetted, de lehet, csak jó. Azért halt meg, mert elment az élete már, tehát hogy még mind a kettő esélyes. Egyből haltak ugyanabban a pillanatban. Nekem menni kéne. Hozzáteszem. Igen. Azt a kuput elviszem. Jó. Töltényed van hozzá? Aha. Lesz a... Ja, itt a kör, jó van. Az elsőt is valahol itt nokkoltam, mi a fasz? Az egy ott volt a fánál, lehet megnézni a fánál évét, hogy M24-e van-e. Ugye azért mész el? Nem, én ahhoz jövök, akit először öltem. Jó, ja, én azért akit meg másodjára. De itt jó fegyszerelésük kéne lennie, mert... Itt van-e a fánál kis köcsögnek hullája. Ó! Oh. Na mi van? Nincsen ez... Van sniperetek? Nekem van egy karom. Na, akkor várja, hozom neked a jó cuccokat. Négyszeres kobgondom van meg ilyenek, az van. Nem? Négyszeres nekem kell, hogyha senki másnak. Igen? Persze. Tehát... Ja. Ja, mondjuk azért. Ja. Na, az jó volt eddig. Tehát állj már meg, adjam már. Hát vagy a kör szélén, hallod? Nem ért hozzá, ő már csak a kodhoz ért, vágod. Ott vannak emberek fönn... Jaj, sárt, gyere ide! 300-nál vannak. Akkor ne adjon meg. Srát, srát. Itt van. Kösz. Wow. Neked itt van négy teleszkóp. Kösz. Meg vagyunk. Aha. Ujj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 j
Fuck. Hol voltak egyébként pontosan? Egy fa mögött, 300-nál kb. Az a baj, hogy bekerülhetnek minket simán. Ez nem jó. Valahogy el kéne mennünk innen. Tudni, barosság jöttek. Az anyámból lát. Szóval meg, több helyről. Nem tudom, hogy látnak. Én nem látok át a fán, az a baj. Itt van előttünk lévő nagy szikla mögött.
Előttünk lévő nagy szikla mögött van. Hogy lesz, hogy jobb asszony? Kapta megint a előttünk lévő nagy szikla mögött. Hát találj már el. Aha. Egy nok. De fasz, nem lehet rátok menni. De... Oh, annyira szóval egy nok. Játék. És koki volt. Szedik egymást vajon? Szerintem nem. Akkor kicsit följebb futok. Bőszmény szalad ez a csávó. De szedi. Szép. Nem egyből halt. Nem, mert még ott van egy, amit jelölök. Szikla, ne ott van, szikla. De látom azt. Az mindig is ott volt eddig is. Kobe Bryant. Meghal. Tényleg szakad. Ajd a kör, bazd meg. Elvoltam a figyelmét. Ez még nem csíp annyira. És messze kell mennetek. Igen. Nos, nálad volt heal? Volt. Szedd azt fölgressz. Kösz. És meg is ütötted még? Megsütött. Nem az volt az a szikla. Akkor ez. Mi? Mi? Mi van? Hol a hullája? Dénesnek. Mi? Nem tudom. De... Mi van? Jó, én ma nem tudom megtalálni a dobozokat. Ez ma nem az első alkalom, hogy nem tudom meg. Fuck. De úgyis csak egy-két volt nála valószínűleg. Én esküszöm, hogy én úgy emlékeztem, hogy annál a kőnél voltunk. És itt egy kurva izé. Lehet, hogy elment máshova, csak nem fogtam. Mennyi kitet van? Itt van kettő? Sincsen. Nincsen? Nincsen. Ledobtam. Kösz. És itt egy kurva kocsi. Fuck. Azt mondod? Azt. Szír, nem leszek mégse. Ez már cheap, bazd meg. Rajtoltál minden busztot, amit van? Hát jó. Amint hogy max rajtolva. Egy darab izé volt. Ja. Yeah. Painkiller-as csáj, azt benyomtam persze. Akkor még adok, hogyha tudok. Szerintem most már ne csencseljünk. Még igazából tudunk futni. Csak a következő se itt van. Szokott lenni egy kocsi, de most nincs. Basszus. Na és akkor most még az lesz vicces, hogyha ezen településen vannak. Nem fogom elérni, vagy... Át. Ott van egy truck. Pick up. Á, nem. Hílej! Nyugodjál meg. Lefutod? Persze, látom, hogy lefutom. Akkor jövök én is. Hát igen, kérdés, hogy ez az útvonalon várnak-e minket? Hogy hallom, van valaki itt 250 felé. Akkor le kéne lőni. Hát... Én most egyelőre így a körbe érkezéssel is elégedett leszek.
Igen, csak jó lenne, hogyha high ground-on le. Ott van fönn. 295. Aha, láttam, láttam. Hova lehet, basszus? Itt van előttem. Nem, most már halka. 290 felé előttem volt. Lejjebb. Tiéd meghalt? Hát nokkoltam csak. Ja, akkor nem egy csapatban voltak azok. Akik most elkezdtek lőni, én megöltem azt, aki előttük futott. Itt pont benne vagyok a körbe. Tényleg? Mi az édes benne? Mi? Az mi? Tényleg? Van kited? Ja, akkor azt ne süssem meg. Van kited? Ja, van még egy, igen. Kell. És az hogy, vagy mi? És az jó? Tehetél? Dénes! Van még egy. Kösz. Ez kemény. Oops. Lejjebb jöttem egyel. Onnan faszba dobálnak. Oh. Hát onnan. Ó, hárman, négyen. Fuck. Jön a kör. Fasza lesz. És de csíp, azt a kurva, teljesen megyek itt. Hát az ennyi. Egyet megváltam, szerintem. Igen, megvan. Hus. Még a boost. Nem. Kurva anyját. Ezek is hely. Meghalnak. De mi a fasz? Egyébként így faszért kell itt a körön kívül faszkodni. De így is meghalt ő is. Most mit akart? Kurva anyját. A kis ötödik hely. Sima liba. Hát Dani, tudod, hogy van ez? Kelleni kellene. Csak a szabály a szabály. Tartanom kell magam hozzá. Aztán megköveznek, hogy miért teszek kivételt. Akkor ez meg porra, közben látom. Kell, hogy itt most megláttak lentről. Köszi, Dani. Na jó, egy pill. Ahogy nem látok olyan jól ebben a játékban. Nem tudom, hogy javíthatnék rajta. Lehet, hogy túl... Hát, próbáljuk meg így. Másik üzemmódot választottam a monitoron, hátha. Ami legyen, Béláim. Tudom. Na re. Re. Hát egy ruins. Dénes vagy? Vagyok. Oké. Okay. Ezek közben. Őt vagyod. Őt vagyod.
És kellene szólózni, már elég volt ennyi a tefni. Nekem mostában jól esnek a szólók, megmondom őszintén. Annyira jó érzés, amikor lelősz valakit is egyből meghal. Ah. Ez a legnagyobb feature a szólóba. Jöjjön már ki arról, hogy kiderüljön, hogy jó játéke vagy sem, mert hogyha szar, akkor megveszem a kódot. Soha nem fog kijönni ez. Most már játszható egyébként. Csak Steamen nem. De már a region lockot eltávolították, hogyha a Tencentnek a kliensét tölti az ember. Az meg nem is tudom. Jó ötlet volt, ahogy ide jöttem. Legalább két csapat érkezett rátok. Így nem találtam fegyót. Grass, hol vagy? Grass. Mert? Nem tudom, félek. Minden okod megvan rá. Szereztem már fegyvereket. De hülye mutánt, mi ez? Körülöttem rohangálnak. Igen, igen. Fönt, még mindig fönt. Az meg ugrik és már közbelé a kurva anyját. Én olyat nem tudok ebben a játékban, nem tudom, hogy lehet csinálni azt. Egyből haltak. Mi? Megöltad őket? Aha. Azok én meg itt kommandózok már mióta. Erre sáti egyből kinyírja őket. Hát bazzek, hova lett az a karom, amit... Na jó, hagyjuk. Na, lehet, hogy még van egyébként. De most 3-1-ben halt. Én két csapat érkezett, gondolom, ők is lőtték egymást. De fölvettem egy kartút közbe. Skullot föl se vettem, csak hogy izé... Mégse vette föl. Van QBZ, meg egy X-end, meg... Most már találtam egy kart. És ugyanazt valószínűleg megtaláltam, hát... Tényleg, így agyfasz, hogy mennyire hazugság az, hogy fölveszi, hogy ezt kijavították, már nem tudom mikor. Kurva nagy hazugság. Látok még egy Pepe múltkor ugyanígy azt mondta egyébként, miután ugye meg kellett hallgatnom 1000-szer körülbelül, hogy neki mindig fölveszi, utána jött a következő meccs, ahol végre neki se vette fel. Persze legközelebb ez már lesz felejtő, hogy tök mindegy. 4-es kó kell. Azt fogja mondani, hogy ne hazudja. Múltkor kiégtem, bazd meg. Ugye folyamatosan így rossz kedve volt, így sírt egy kicsit. Minden szar volt, és akkor... El is mentem vécére, akkor a szívvel pont azt beszélték, hogy így ki is égtek már a PUBG-n. Erre visszajövök, játszunk még egy meccset. Pepét lelövik tőlünk viszonylag messze, annyira nem messze, azért odébb. És így mennék neki segíteni, és nem azt mondja, hogy pontosan hova az ember, csak így sír. Mondta, hogy már jönnek rá, ez volt az info, hogy már jönnek rá, én meg próbáltam tartani az ajtókat, meg mentem felé. És mondtam is neki, hogy hát tök jó lett, vagy inkább azt mondja, hogy hol vannak. És hogyha így nem esik jól neki, akkor ne játszunk a játékkal. Akkor menjünk mással játszani, csak ne sírjon. És akkor erre azt mondja nekem, hogy de tök jól esett neki eddig, mindegyik aznap. Hogy eddig jól esett neki. Amikor ez körbe, azt beszélték a szívvel, hogy már kiégtek már a játékon. Akkor biztos jól esett neki a következő is, meg az az előtt is. Amúgy ezt nem hiszem el, bazd meg. Pepe beszélő műsor. De ezen úgy fölbasztam magam, hogy... De most akkor miért? Hát most volt rá itt a...
5 perccel ezelőtt mondták azt, hogy kéknek rajta, csak pont nem voltam itt. És aztán képes azt mondani, hogy jól esett neki. Akkor jól eső kiégés? Az nem tudom, hogy van. Az így nem áll össze. Na mindegy. Menjünk szét a körbe. Az baj, rossz kedve volt ma alapból. Menjünk arrafele. Kapásból, oda menjünk át a túloldalra, nem? Beszopjuk. Inkább... narancsárga... Inkább onnan menjünk, hát? Inkább onnan, igen. De még itt végigmész az egy... Hát... Jó, akkor arra nem feltétlen kék. Futva, hanem... Kokék? Mopeddel. Gondolom. Oldalkocs és mopeddel. Hibátlan. Akarom. Vezethetek? Ha lenne olyan. Itt egy truck, pick-up. Pick-up! Nem kell semmi. Akkor itt hagyom. Minek az? Szia, pick-up! Kenny Esco? Okay. Nem. Jó. Ez a beszéd. Ha kell, nem. Akkor ott abban a kis házban ott van. Jó, nem. Oké. Okay. Keresztül megy vajon? Talán, hát igen. Elég nagy nagy futásból megyek. Olyan nitróval mész hátrafele is? Jaj, se hát! Elhúzott a kö... Hát lődök ez borzasztó. Nem tudom, honnan lődök rám. Itt vagy szikla, narancsárga edzést nézd. Szikla, itt állok mellette. Narancsárga jelölés. Ebből kék, most egy narancsárga. Kék jön kívül. Aha. De. Az már bent a körbe. Nem. Az egyik az bent a körbe, igen. Ijjai, az gránát. Ah, menjetek már innen. Elég lesz már! Egyik bent van a körbe már. De hol? Nem tudom, följebb egy picit. Hát nem tudom, sziklák között. Azt nem is tudom, hogy honnan lőtt el és ki. Szerintem meg 2-10. Rá onnan hátra. Azaz. Megvan kettő, fekszik kettő, még van egy. Ez túlparton vannak kettem? Aha, igen. Nem tudom, hol vannak a társai. Ez egy knockout volt? Kell first-t? Igen, ez egy knockout volt. Igen, kell. Mindig nem tudom, hol vannak a társai. Túlparton. Kösz. Tényleg? Igen. Az egyik a túlparton, lehet, hogy a másik ezen a parton már. Menjünk vissza a sziklák közé valahova. Mi van kit? Az igen, bazd meg. Honnan lőtt? 120. Tudom, de... Látom. Nem akar mellé lőtt. Ott van túloldalon. Ott van túloldalon sziklánál, nagy szikla. Egyet látok. Tudni másik közel van. Hát, ja. Ott van följebb. Egy sziklán van fölött. Azaz. Megvan. Ez egyből halt? Igen. Úgyhogy a túloldalt azok már megint mások. Baszki. Majd megnézem, van a híje. És nagyon ajánlom neki, hogy legyen. De mindig a túloldal... Mi? Igen, az egy másik csapat. De nem fáj nekik? Hát... Hát, hogy így feladták. Ubu ennek is baszki. X1 meg AR kell nektek? Nem.
Jó, húzzunk már el, nem? Menj, mehetünk felőlem, csak valahogy tényleg kezdjünk neki. Új is arra akartunk menni. Na csak itt, hogyha kifutunk ide a hegy oldalba, azt mondja lesz. Terébe, persze. Jól lő. Na, ezek nagyon jól lőnek. Gyakorlatilag velem egy vonalba a túloldalt. Ja. Ó, baszki. Azok semmi, ez olyan helyen futok, hogy semmi fedezék. Azt az nem jó. Látom. Pasz persze, meg. Ő engem ellő. Egy másodpercre mondtam, állok. Lő. Egy másodpercre állok meg, hogy... A fához dobd a smoke-ot. Most a fán keresztül nem láttalám. Istenem. Na, te megölt. Hát az fasza. Hagyjuk. Ez kurva, ez. Hát bazd meg. Nem. Az másik itt nem volt. Jó, kicsi gecik, gecire kint vannak a körből. Most téged lők lesz? Nem. És át kell menni. Nem tudok lőni ezzel. Nincs kocsi. Éhen maradunk, Magdi megvan rá az esély. Hol vannak? Még abban a kisvárosban voltak, de... Hídnak a jobb oldalán. Itt egy csónak, gyere! Van kited? Van még, igen. Oké. Okay. Mert közben nem tudom elnyomni. Tudom. Benne így... Nincsen. Hát miért interruptolódott a pénkizerem? Nem történt semmi, bazdmeg. Hát ez... kirakom ide. Mindenhol máshol szarabb lett volna. Oké. Okay. Hát fuck. Na, megint a dénest. Én kifolytam az életekbe. Oké, akkor adok. Boostból is? Mindenből. AR-re van suppressorom, meg extended flip drone megem. Szintén AR-re, hogyha érdekel. Nem, és itt vannak ilyenek, hogyha kell. Hát meg a holó. Kösz. Ajaj, és megint ilyen ez a 2v4-ekbe leszünk. Hát alapból hárman játszani ezt a játékot tiszta szenvedés. Na egyébként. Ez nagyon szarul van kitalálva. Még mindig nem értem, hogy miért nem működne. Miért nem működhet, hogy csak hármas csapat, nem értem, nem, tényleg nem értem. 99 játékos lenne, értem én, hogy nem 100, de... Ja. De olyan nagy baj. Fek, hogy szólóba is jöhetnek végül is. One man teambe, vagy minek hívják azt. Hát igen, igen, az is buzis, hogy... Igazán lehetne hármas kiukat. Kilenc minőség történik. Kéne nekem, hogy találsz. Wow. Ja, már van egy umpom. Mm-hmm. Amíg lehet, hogy elhozom akkor helyette ezt a kubézőt. Mm. Azt tudok, hogy történítjük el több annál. Yeah.
Ajjaj. És mennünk kell. Smoke-od van? Nincs. Emberek itt közel. Ese. Nem vettél személyeket. Udob utát. Jaja. Ez már igen. Egy megvan, ugye? Igen, a bal oldali, a közelebbi. Ó, oh, geci. Kőnél. Eléggé fogyok. Ég, bazd meg! LOL! Az a szép! Nagyon jó! Wow. Könnyű ellőni, amikor égő célpont. Egyébként igen, az úgy feltűnő. Elég feltűnő. Király, nagyon jó. Szép volt. De kinézett valahogy. A Zoltán! Ú, mennyi szar vanna, Jézusom, nagyon király. Oké. Okay. Másik hol van? Az is itt van valahol, szerintem. M24 van ennél. Ha viszed. Na jó, viszem. Vagy egy chipad, vagy egy belet loops kéne. Ennél is M24 van, baszod. Lol, hát akkor... Ja nem. Mi? Úgy láttam, hogy hazállna ki a hátából, de nem. Fú, nem is bírom már fölvenni a cuccokat. Én hozzám még félre? Ja, akkor vigyed, vigyed. Kör. Oké. Okay. Volt serpenyém, lol. Tegász. Na, bár az még csak fész négy. Amikor beszűkül, akkor lesz nagyon szar. Ajjajjaj. Oh, olyan szendvics lesz, bazd meg. Ja. Nem nagyon reméltem, hogy nem kempelnek itt bent. Ó. Átlő? Nem. Ez igazán nincs messze. 7 first aid-em van, és még van egy csomó boosterem. Nekem lehet 16 first aid. Jó. Akkor abból mondjuk adjál párat, de nem kell sok. Sik. Kösz. Hát menünk el. Mert ez már viszont csípni fog. Ezek. Hát jó, most el vannak foglalva egymásra elvileg. Szar lesz. Itt a lú... Beesett ide a hangárhoz a drop, azt a kurva. Lehet azért vagy ennyi ember. Mert hát balról lesz veszélyes. Jaja. Zsedőletnénk, akik jönnek majd mindjárt jobbról, mert kergeti őket a kör. Látok ember. Á! Ú, de szor ez a szar. Ó, Isten. Mennyi, mennyi vagy, beállták azt. Aham. Ez már igen. Á! Ó, Isten. Ugye a 5. hely. Hallod? Wow, izé a OBS-én, hogyha a Suppressor van, akkor nagyon durván szor. Erre nem számítottam. Arra kellett volna lőni, csak én ahhoz loser vagyok, hogy kokin lőjem. Bármire, köszi szépen Magdi. Ez kedvencem, mert tényleg arra fogom költeni. Ezt megígérhetem. Az nem volt az a rossz.
Azt hiszem sikerült megint hamarabb felolvasnom, mint megérkezett. Látom a jövőt! Hogy lenne kínos, ez kurvára menni. Csókám itt áll, és így nyitogatja az ajtót. Wow. Hát valamivel el kell ütni az időt. Segítek neki. Várjál, az animáció nincs megcsinálva. Valaki más nézel, vagy hogy van ez? Pattáj, gyerünk! Gyelekik! Benji volt azt hiszem pénteken kajálni Pattájban. Rám jött. Voltam kajálni pálynámban. Pupacito! Elsodródott. Légörvénybe került. Vaj, jönnek még néhányan? Három csapat legalább jött. Két ember esett sát, ahol ti mentetek erre a sarokra. Erre a negyedre. Igen, igen. És vagy négy csapat jött ide. Anyód, milyen kevés az FPS-em. Az a sok fog, amit kirendel a játék ilyenkor. Azt a kutya. Meg a macska rúgja meg. Meg a fáját az egésznek. És főleg az. Előttek nem volt, nem töltött be a szarfegyverem, mert 5 perc alatt tölt be. Köszi. Ó, oh, meg is halt egy csapat. Igen? Ja. Aha. Nem egyből ölted? Nem. Ja, akkor még van egy. Köszönjük, elvinném, ami itt volt. Ja, majd dobom. Meg ott van egy painkiller is hozzá nekem. Tessék. Köszönjük. Van first-aided? Ja. Aha. Ott egy négy is volt, basszus. Azt is majd kidobom. Vagy kell valakinek? Nem. Mi? Az hadd én. Az hadd én. Az hadd én. Ja, bocs. Jön egy ilyen 280. Hangár másik felébe. Mi? Hangár másik felébe. Balzeg itt áll benneseket! Kezdtem! Ne! Doboz mögött is volt egy... Pedig kapott. Ja, egy HP van és két csapat itt hodakozik közben egyébként rajtunk. Fuck. Hogy ott kell a karaktered, tavnál az is plusz FPS, de csak amikor... Tabolva vagyok. Külön, jó mondjuk ebben a játékban kivészem. Vagy mégse? Igen. Igen. Mindig ott van a tapos karaktered. Lehet, hogy összeadódik, ahányszor előhoztam ja, a tapot. Ja. Lehet, hogy a Pupacitónak is így fogja az FPS-e izébe. Hogy? Szótba. Ahányszor kirenderel egy karaktert, azt így összeadódik. Te arra rá kéne keressem. Nézzük, azt mondja. Call of Duty, Black Ops 4. Nvidia... Black Ops 4. Most miért volt például 90 FPS-em?
olyat találtam, hogy csak annál a játéknál bezavar a memóriának ez az XMP profilja. BIOS-ba bemész, kikapcsolod, ez a memóriának a hát OCZ-se, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Igen. Tuningolása. De miért tuningoljon fel a kártyát? Mi? Bemész a BIOS-ba, megnézed, hogy az XMP, a memórián, ez az XMP profil, az be van állítva. Aktíve. És hogyha aktív, akkor kapcsolod ki, és olyan nézd meg. Utána elmented természetesen a beállítást, kilépsz a BIOS-ból. Elindítod a Windows-t. De ez a beállítás, ez nem valami, ez egy alapbeállítás, alapból a memóriának, vagy ez már egy valami más? Nem, azt beszokták állítani. Azok, akik összerakják a gépet. De... én magam... Surprise, motherfucker! Én magam tettem össze. Akkor kapcsold be. Pont azt mondták, hogy kapcsoljam ki, most mi a faszom? Én itt még egy Grezol, ez meghalt. Meg van itt a... Ott is. Tudjátok, a RKS ház. Még egy ott. Elfogyott. Oh no. Heal fel, heal fel! Egy van már csak. Elfogyott a lő... Nincsen 99... vagy nem tudom, kék lőszer? Nincs. Semmi nincsen baj. I love it! Semmi lőszerem nincsen. Egyszer előttem vinyóval. Van zöld lőszerem valakinek, megyek el. Itt még van. Fölszedték egymást. Mondod? A gránátot hogy nem nyalta be? Be tud valahonnan máshonnan jönni amúgy ugrani? Nem. Nem. Max a körbe jön. Mi van, kurvák? Hát lent van? Leugrok itt. Az meg. Egy van csak, egy él csak. Fölszed, Dénes. Én fölszed le. Hol van? Körbe. Azaz. Nem akartam elengedni. Mi a fasz? Ha? Ötnél lévő házban is volt egy egyébként, az nem tudom, hogy hozzájuk tartozik-e, és azóta került-e. Nem, ez meghalít azonnal. Yes. Nem számítottak a Spodermanra. Rájuk ugrik. Fú, de lassú vagyok. Jönnek a, jön a nagyház felől, lugas felől. Az nem jó, mert nekem még mindig csak egy izén van, vincsim. Ja, fönt van ott az izé, a... azon nem tudom milyen, így a magaslaton. Oké. Okay. Meg egy középről, bazd meg! Aj, harmadszorra voltam napolva a picsába. Dénes. Hol van? Segíts, szedj föl, szedj föl, szedj föl! De hol vagy? Nem vagy hol itt. Van? Ilyen van szedlek, hogyha megdöglök. Tényleg, bazd meg? Tényleg? Van kited? Igen. Kösz. Fönt volt ott a, azon a magas tapon. Egyet lőttem. Oké, szép. Fönt van a tetőnkön, a miénken. Igen? Igen. Hátul is egy kis. Másik ház mögött. Tetőnkön. Tető megvan. Itt nyit egy ajtó. Jó. Előbb még volt nálam még, na mindegy. Van ott az a kis shrine így a... narancsárgánál. Ott van. Mi a fasz? Ó, nekem fű van, én nem láttam ezt. Bazd, itt van, itt van bent, itt van bent a házban. Csáltok, itt van bent a házban. Itt nálam bent. Itt előttem. Amerre jelöltem. Oké.
haverja, meg hogy leknokoltam itt a kőfal végén, de szerintem berobbantott magát. Én is eldöltem. Mi? Mi? Dát! Miért szállt? Nincs ezt te sokat sem vesz, haló. Most jött át valami. Lesz a sarkoz, de ezt. Itt van! Jaj, nem meg. Hát... Gyere, le tudod lőni. De Grez meghal, hogyha... Meghalt valaki. Hát... De nem látszódik az ember! De nem jó, nem jó. Engedd el, mennyire. Mi a fasz? Nem jó. Kit érdekel, meghalt volna valamelyikünk ügybe. Nem, nem halt, nem, a Greznek is még volt azért izéje. Hallod, nagy egyszerre volt nokkalva Grez, vagy nem tudom már, mit számolni. Hát így oda-vissza rohangáltam, szedtem az egyiket, szedtem a másikat. Ülhettetek volna egy helybe, baszki, és akkor legalább mind a hárman éltünk volna egy pillanatban. Te is össze voltad ezek egyszer. Hát tudom, de nem itt ilyen hülyén, bazd meg. Isten. Lőttem négyet, milyen hülyén. Szedtem az embereket, ahogy csak lehetett. Fű, baszki. Hát nekem így, mint hogyha a lövéseim nem számítottak volna, nem is értem. AK-val a sorozásom semmi, Winchesterrel, amik én úgy látom, hogy betártak, semmi. Mi a fasz volt ez? Na mindegy. Azt ennek úgy tudom, már nem bírnak a kújraeleszteni. De bárhány szóra lehet illeszteni ebbe a játékba, ami egyébként egy eléggé nagy probléma. Egyébként szavaz, Dávid. Sajnos ez van. Jobban örülnénk neki, hogyha a harmadikra tényleg így meghalna egyből, vagy ilyesmi. Jó tenne a játéknak, de hát le se szarják, hogy mit tesz jót a játéknak. Egyébként most már tényleg nagyon úgy néz ki, mint hogyha csak a pénzt akarnák még. Most ez, hogy ilyen 25 euróba kerül az, hogy Harley Quinned legyen. Ez már nagyon úgy tűnik, hogy még az utolsó pénzeket ki akarják szedni, azt csókolom. Mert ennyire pofátlan árazás az, tehát majdnem annyiba kerül, mint maga a játék. Ez nem normális, hogy eszkin majdnem annyiba kerüljön, mint maga a játék. Ez egy vicc. Nem elég jól, Dávid, nem elég jól. Akkor ma már lett volna csirke. Hú, ez most kiégetett. Én nem tudom, hogy mi a fasz volt ez, de ez most nagyon nem esett jól. Kifejezetten nagyon szarul esett. Bár ne látnám akkor, hogy sebződik. Nem lehetne ezt úgy megcsinálni egyébként se? Hát az mennyi plusz terhelést jelentene a szerverekre, hogy ha én eltalálom, akkor ne az alapján, hogy nálam a kliens mit számol, ne az alapján vérezzen, hanem ugye, amikor tényleg beadja. Tehát amikor nála is, vagy a szerver oldalon igen. is beadja, és lemegy az élete konkrétan, hogy akkor küldene vissza a fenémbe egy vérzést. Hát ez jó kérdés. Csak úgy néz neki, mint Rocket League-be. Rocket League-be viszont ez van. Hogy... Hát igen. Ilyen szempontból ez érdekes kérdés, mert hogy... Rocket League-be úgy belefér az rubber banding, amit csinál. Itt viszont a vérzés az így pillanat alatt van, tehát hogy... Nem tudja azt a pillanatot így eltörölni és újra megmutatni. Egyébként lehet, hogy az lenne a legegészségesebb, ha egyszerűen kikapcsolnák a vérzést a játékba. Lehet... Nem tudom. Hogyha visszaküldeni, az meg így mondjuk már ilyen 50-es pingnél elviselhetetlen lenne. Akkor az oda-vissza 100, ugye? Az már úgy... Ja, azt tényleg. És ezt akkor így minden egyes izére, mozdulatra. Nem, hogy tízesen. A túloldalra jött egyetlen gyembet lát. Tehát kell valami kliens oldal interpoláció, csak hát Jó, de... Tehát akkor szerintem egészségesebb lenne, hogyha kikapcsolnák. Hát, de úgy meg nem lenne bizony confirmationed. Sok mindenről nincsen, például a postscriptumban ebben nincsen semmilyen. Nem írja ki, hogyha megöltél valakit például. Mert ugye annyira ráment arra, hogy az egy ilyen valósághű szösszenet.
valóságban se írtak ki, amikor megöltél valakit. Aburúba. És így egész jól működik. Én hát most nincsen meg az FPS-em. Attól függ, mennyire akarod szimulátorosra mehet. Hát jó, csak... Hát azt értem, hogy elég durva itt. Hát ez az, hogy a... Hogy már ez is egy elég érdekes optimalizáció, amit csináltak, hogy ilyen adaptív a tick rate. Hogy, a, hogy ugye minél több dolog történik, annál kevesebb a tick rate. Nem, annál több. És ugye ettől van az, hogy játék elején, tudom én, tényleg a játék elején kibaszottul hamis infókat kapsz, ahhoz képest, amit a szerver számol. Játék végén meg van egy ilyen 60-as tick rate-ed, és ott már egészen normális. Kodnál írták, hogy 20-as tikrét van, én nem tudom, hogy ez mennyire igaz, mert ott az életben nem futottam bele ilyen fasságokba. Hát nem tudom, mennyit játszottál. Szerintem nagyon sok a... Ennek nagyon nagy része attól jön ki, hogy hozzászoksz a dolgokhoz. És így megtanod át, mert én becsöppenek egy új játékba, mondjuk a kódba. És így egyáltalán nem... Így föl se fogja az agyam, hogy ott mi történik néha. Confirmation kéne kapnom róla, vagy valamiről. Aztán hozzá szokok a játékhoz, akkor így belém nevelődik, hogy igen, most ezt csináltam, kaptam róla a confirmation-t. És aztán akkor fura, amikor kaptam a confirmation-t, és mégse történt valami. És ez nem tudom, mennyit kell játszani a játékkal. Lehet, hogy csak én szokok nagyon lassan hozzá. Tudom, az olyan bétába beleraktam egy 6 órát legalább, aztán ott nem vettem észre ilyen desinket, meg ilyesmit. Ott van fönt az épületben, jeleztem. Az ablakban, legjobb oldaliban. És ott láttam egy pillanatra. Van még egy serpenyő. Mindig... Ott van fönt, de vadeg ő úgy jelent. Nézd rád, akkor lövöm. Kettőt kapott, úgyhogy biztos tölti az életét, de... Én nem értem, itt vagyok fal mögött. Nem tudom, mennyire kell kilógni ahhoz, hogy ne lőjenek rommá. Mindenki csak, hogy húzza a ravaszt, aztán kapom, mint a szar. De szerintem egyedül voltam úgy. Hú, de sokára mászott ki az ablakon? Tomi. Másszál föl, légy szíves. Na, van egy kit, tudok adni. Na, látni. Ott van mindig fönn. Jaja. Előttek. Előttem. Hú, bazznak fönn, vagy a hit közepén. Hát, de nincs itt más elvileg. De csak knockoltam. Ja, akkor havár is megjöttek. Igen. Rezzó, alapvetően. Most adhatod a tudszot. Menjünk be. Ó, édes Isten. Hát... Megvan? Nincs meg? Nem. Semmi. Nem megy. Kell first aid? Nem. Hoppá, felettén ment a repülő. De ott vannak a társai is amúgy? Egy ott lent volt, igen. Ez nem lent volt, szóval... Hát ott volt, csak lent. Ezt próbáltam volna, csak ezek szerint nem mentem. Jaja. Most amely az 500. Királyság. Eljöttem PUBG Mobile-ban, hogy kell FPP-t játszani. Na, az még külön vicces lehet FPP-be játszani ott. Ezt a kettest elhozom, hát ha valakinek kell. Ugyanott fent még megint. Jó, ott fent, mert a pont nem látunk rá. Nekem ebből ennyi elég volt. Fel tudod dobni, hogy négyet oda. Rappolgat itt már, nem? Igen, valószínűleg. Lent van. Nem találtam be. Földszinten ugrott be egy.
Dobtuk ezt? Igen. Hát ajtóban, hogy itt a kezelés, ez mi volt? Jövök erre az oldalra. Lehet, már ránk kerültek, nem? Az nem lehet? Lehet, minden lehetséges. Rég láttuk őket nagyon. Itt még biztos mászkálnak ebbe a házba. Hoppá! Na? Narancsárgelődésen. Meguntam. Egy ebből a házba, ebből a mellett vagyunk. Azt jelöltem az előbb is. Kösz. Ott van mindegyik amúgy ott fönn? Nem tudjuk. Egy itt van még egy, igen. Behozom ezt az eskást. Nyugodtan. De nincs olyan hozzás kulom, de majd lesz. Jó, most már kicsit őrültebben fognak jönni, mert egy halott közülük. Ha ez náluk számít. Mindenkinek számít. Itt rappoltak itt mellettem? Hát rappolunk. Itt szerintem itt van a ház mögött, a hangár mögött, amit most megyek. Igen? Ha. Ó, ja, fasz. Meg, de megijedtem! Hát de most kérdezted, mellettet rappolunk? Igen. Lődnek, nem tudom honnan. Nem tudom honnan lődnek. Két ház között fönt talán. Lehet, lehet, igen. Nem gyúzolt el a kibaszott bandage-emet, ez a szar. Annám first aid kell. Aha. Nem, 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 bandage-em nyomom egyesével szépen. Jó, hét Dávid, köszi, hogy benéztél. Jó, nem a két ház között, szóval valószínűleg inkább a sarkon. Megint. Ez a parton most. Parton? Parton egy házba. Nem, abban a kis házig a part mentén rögtön. Baszki, látom! Én nem hiszem el. Mindenhonnan, engem mindenhonnan eltállnak. Mi a fasz? Hát hányszor lőjjem el, bassza meg? Ajjaj. Szép. Az egyből halt, a másik? Vagy ez az egy volt? Milyen másik? Szedd fel Dénest. Szedd fel Dénest. Most jött a first aid. Tök olyan volt, mint hogyha te valaki más előttél volna sem. Én erre lőttem. Oh, jó. Mennyiszer kell rányomni, hogy végre kidobja? Hú, beolvastam ezt egyáltalán, András. Borra, hálózsákra, tudjuk kinek. Ez szépen. Bocsi, hogyha még nem olvastam be. Még nem volt más? Ennyi? Csíkpad. Lehet. Hát most már halljuk, hogy majd ilyen N felől még jön. De nem ez a csávó lőtt, hanem kizárt, hogy ez eltalált volna ott. Ezt lőtte. Nem onnan lőtt most. Nem, itt nem onnan lőtt. Én vagyok valahol. És én ezt lőttem, nem? Ja, nem. Nem, itt a másik, ahol tévedtek. Aki Dénes lútól. A kiegészítők eskásra. Meg nagy tárat szeretnék, azt nagyon szeretnék tárakat. De mire? Van kettő scoop. Hát ugye eskásra rá megy mindkettő. Ja, hogy eskásra, oké. Az meg miért van nálam ennyi? 56-os.
Nekem adhatsz. Itt van egy csomány elhullene. Valami vesztecske, vagy valami? Az nincsen, csak nyertecske. Ó, nyertecske. Hagyjuk. Itt az ide elmenni aludni. Egyébként nekem ez úgy csó. Most nem a poén miatt. Hát... Jaj, hogy kizártam magam, mint egy főnök. De hogy mi itt küzdünk már ezer éve, de a körvénk rákszik. Nem baj. Azért lesznek itt egyre többen. Még egy SKS. No can do. Vesz kéne nekem. Itt van egy egyes. Az is jó. Bármi jó. Akkor ott a narancsárga elő is az emeleten. Hát akkor egy tárat nem találok. Itt nagyon tévágány. Jé, oda fel a durány. Wow. Egy ilyen izőre, egy ilyen kis jelzésre. Na, most nem sikerült. Na, csak elrontottam. Na, menjünk valamire, vagy csináljunk valamit, vagy nem tudom. De azt mindenképp. Karja nincsen nála. Miért bennénk el? Én személy szerint már szétudom a fejemet. Hát még a nézők, akinek ezt néznie kell, baszki. Hogy unatkozhatnak? Ja, ilyenkor a minimum az, hogy legalább egy csirkével így valami ellenszolgáltatást nyújtsunk, de... Jó, fáradok én ahhoz. Mennyi az idő? Ja? 500. Ön csak itt fönt lehet, hogy még nem járt senki. Ott nincs is semmi... Mondja a vektor. Na most tetszön is az. Szerint nincs itt semmi. Hát ilyen dumáztam, hogy van. Próbálsz átverni. Ó, nyár! Baszki, itt veszik a zsarokban. Hát ilyen nincs a földön se. Jó, de játszik, ezt nem bírom. Kibaszom. Vaj, ez kurva. Nekem ennyi elég volt. Lassú kemperős szarkos, úgyhogy... Miért a hídon? Ja, még nem. Még DNS-t utolja. Kurva ennyien. Az észrevett engem, bassza meg. Nekem annyi. De ki vért téged észre? Próbáltam jelölni ott a DNS-nél. A kim van a parton házba. Fut el a gecibe messze. Látom. Csíra. Mi a fasz? Hú, ez valahol ezen a parton van. De meg nem mondom, hogy hol bazd meg. Olyan, mintha felőled lőttek volna belém. Nem messze tőlem, ja. Egyszer előttem. Eléjük megyek.
Ez a nokolt volt? Igen, valószínűleg. És ott van a másik is. Jó, elé megyek így kintről. Inkább gyere a kör felé. Ja, fut. Hagyjuk még? Hát így ilyen 115-nél van fa mögött. Körön kívül. Mi? Mi? Ne úgy se szopadsz ugye. Legalább látnám. Menj be körbe. Jaj, ilyen megszégyenülve. Nem vagyok. User disconnected from your channel. Ez egy szavasztok volt. Jutom, nem értettem. Rád éles! A kurva száját, hogy lő ez? Nulla visszarúgás, oké. Okay. Vissza kell nézni. Akinek ilyen szám neve van, az mindig gyanús. Jó öreg visszatekintés, visszanézés, az sokat segít. Az a legnagyobb hazugság a játékban egyébként, az Observer. A Spectate, meg a Killcam, vagy mi az volt. Na jó. Esetleg egy-két rocket még mehet. Oké. Okay. Oké, okay, ez nagyon ügyes volt. Na tényleg akkor a hazugsága, hogy már nem oda lő. Lehet egy olyan rendszert csinálni, hogy szarul van megcsinálva, és az alapján lehet jelenteni. Há? Ja, menj inkább a Rocket League. Most egyébként megint úgy érzem, mint egy kicsit szarabbak lennének a szarók valahogy. Pedig az biztos, hogy nincsenek túl terhelve, mert a kutya se játszik a játékkal. Csak a szégyen kutyák. Szóval egy kis Rocket League, csak hogy játszunk egy jó játékkal is ma. Azt nézem, hogy ez a Battlefield ez nem annyira váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hogyha valakinek volt bármiféle reménysége. Bár nem egyszerre adják ki, hanem különböző csomagokat, különböző időpontban lehet vele játszani. Teljesen kész van. Előrendelő és ekkor játszik, aki csak simán megvette amakkor, aki meg a nem tudom, hogy melyik változatot vette, az egy megint másik időponttól kezdve tud. Azt hiszem három különböző időponttól kezdve lehet játszani vele. Ami azért tényleg durva szerintem. Az már a szarrágás, ne továbbja. Rocket League-be állítom, hogy azzal játszunk. Bakker, tegnap olyan jót játszottam pedig. Most észre se vettem az embereket valahogy. Sokat esett az első baszki szánhokon, aztán belőtte a növényzet teljesen. Elburjánzott. Én elindítottam, de akkor dolgok egy pisi kockát, amíg elindítod. Azt hittem, én is elindítottam, bocs.
Vare. Sát el ne aludjon. Na most nincs olyan állapotban. Pillanat szok inni. Azt azért megvárom. Nem tudom, valahogy ma nem adta. Kicsit lenyugodva, az leginkább az én hibám volt. Jaj. Hát, jó. A szarabú csalános egyébként a pálcsi, mint szokott. Ilyen hullámvölgyek van, vagy ilyen színusz görbe mentén lehet körülbelül leírni azt, hogy éppenséggel mennyi FPS-e van az embernek, ugye patch függő, vagy én nem tudom, hogy mit variálnak. Hát ugye azt se tesz neki jót, hogy 3 vagy 4 különböző anti-cheat fut egyszerre. Mit akarsz, hát igen. Arra megyek? De szar volt. Új, az viszont milyen jó volt. Majdnem. Bocs. Fölmegyek rá. Jaj. Az nem rossz. Oh. Hoppá. Az viszont jó szar volt, hogy beleértem. Történik. Hát azért a kod annak számít, Zoltán, az... A Battlefield az majd jövőre jön ki valamikor, a Battlefieldnek a... Oh, szép. Battle Royale, azt hiszem márciusban külön fejlesztik. A COD akkor tudott volna konkurenciát, igazi konkurenciát jelenteni a PUBG-nak, hogyha külön megvásárolható lehetne. Nem pedig 60 euróért, hanem mondjuk egy 20 vagy 30 euróért. Jövök. Hoppá, te szar volt. Tehát, hogyha a standalone-ba meg lehetne vásárolni a blackout-ot. Mit védett? Rohadjon meg. Az igen. Nem így képzeltem el. Hát ez kész az az ember. Ez volt eddig a... Hát... What? Nincs annyi búztam. Milyen autó az te? Föl se ismerem. Ja. Nem tudtam mit csinálni, mert így... Hátra bukfenceztem, és elvileg jó irányba indultam el, és mégis
Ezt kajra visszanézném egyébként. Hátrafelé akartam begyűjteni egy boostot. És mégis rossz irányba indult el. Hmm. És utána meg semmit nem csináltam, és elkezdett a jó irányba menni. Mi van? Szerintem nagyon fáradt vagyok, és nem tudom mit csinálok. Ez a legvalószínűbb. Van legalább kinézett valahogy. Az igen? Nagyon jó. Nagyon király. Oszakát, sziasztok! Jó éjszakát, Magdi! Szia, Zoltán! Nem Zoltán, szia, Magdi! Mert hogy látom, hogy közben megérkezett a Lucy, hogy jó ét nektek. Jó éjszakát mindenkinek, aki megy. Az szép! Hmm. Ú, de szar volt. Ja, az a szar. Szép! Hát mi? Szép! Hűha. Az kicsit káosz volt, de... Három-három. Tartsuk meg a jó szokásunkat. Jaj, bocs. Nem volt rossz, csak... Csak enyhén számítottam rá, és az nem volt elég. Lol? Lol? Ah! Ide kell! Nagyon jó. A másik az nagy geci. Az abszolút arra ment, hogy engem. Nem bírtam elég nagyot. Hogy engem kiüssön. Pedig nagyon jól alakult. Az így nagyon erősen battad meg a pafóról. Jajjajjaj. Ah! Dénes, behúzod vagy? Ah. Ja, nem tudom behúzni. Ja. Játék hát közben. Én be tudnám, csak igen játszom. Ha. Szép! User was moved to your channel. Becsere. Olyan könnyű játék közben, te. Hány kört mentek még azzal? Még én is mennek. Ezzel jönne? Jó, gyere. Aha, mert ez a PUBG, ez nem szól. Itt túl mély menü. Megnéztem azt, amit mondtatok, hogy nem tudom, ki mondta. Igen, és? Nem igazán találtam ilyet, hogy on-off, ott a főképernyőn van egy ilyen, hogy XMP profile, és akkor ott vagy autó, meg profile egy. Ezt a kettőt tudom beállítani, de semmi nem történik, tehát hogy nem jön föl semmi plusz. Nincsen, hogy on meg off. Csak olyan, hogy autó vagy profile egy. És bementem az advanced settings-be, hát ott találok valamit, de ott meg nem találtam a ilyet, hogy XMP valami, hogy ott tudjak valamit on-olni meg off-olni, úgyhogy meg kell nézni, hogy egyetem milyen memóriád van, hány megahertzen megy az a memória. Hát de most mi elvileg a géppel funkcionál, alaplapot minden estű memóriával igen, minden hát estű vettem. Sát, hogy... mindig online játékban vagy azt írja. Ki kell lépned a főmenőbe. Jó, hát én ezt álltam, írtam. Nem akarok kipróbálni, nem kell.
Nem fogok tudni gólgatni, meg állítatni. Csát. De működni kéne. Az proati. Most mi közel a memóriáz az, hogy a videókártyám hogy teljesít? Mert nem a videókártya, hányszor mondjam el? Re. Jó, de memóriát nem használ annyit a játék, amennyi van, amikor játszom. Elindult a játék nálatok? Nem. Akkor jó. Ah, most. Nem az a lényeg, Dénes, hanem az, hogy azt írták, hogy, igen? Hogy amikor az XMP profil be volt állítva, akkor sokkal-sokkal kisebb sávszélességen működött a memória. És nem elég gyors az adat továbbítás. Nem tudja kiszolgálni a videókártyát, ja, a processzort. Hát persze. De miért nem csak egy idő után, vagy például van olyan, amikor bekapcsolom a gépemet, például ma úgy volt, bekapcsoltam a gépemet, és már akkor is csak ilyen 80 FPS volt, tehát hogy szar volt. Újraindítottam, jó volt. Valamikor bekapcsolom, jó. Tehát hogy így teljesen random. Hoppá. Bocs. Igen, attól béna vagyok jelezni a játékból. Oké. Ja. Na? Na de ennyire. Mondtam. Ennyire. Vannak jó napjaim egyébként. Az eléggé. Viszú, átprohati. Ma a PUBG az nem okozott se testi, se szellemi, se lelki örömet. De azért jó meccsek voltak néhol. Ne, engem van, nekem valahogy szúrta a szemet az egész játékon. Hogy mondják ezt? Felőtt. All according to plan. A kurva száját. Persze ráadásul megtölti a izét, na mindegy, ezt megérdemelték. Jó is. De arra. De arra. Aj, de szar volt. Látok ott. Valahogy beerőszakoltam, csak radásnak nem volt jó. Mi van? Hát nincs az spermülke, ez igen. Nagyon jó. Jaj! Hát nekik jó, de nagyon. Hát így igen. Hát sorry. Erre nem számítottam. És elbasztam. Ups! Terpítem. Terhány mit? Én abból éltem eddig, hogy azért kaptam pontot, hogy first touch, de most már nem tudom kapni érte. Kapod, hogyha tiéd a first touch? Nem, már nincs a pont. Már nem jár. Tényleg? Aha, csak van, de, van, hogy first touch, de 10 pont nem jár. De szar. Ja. Ez biztos? Igen. Már bájszik, hogy kikésre úgy látom. Gagyi! Centeringre még kapok. Igen. Igen. Mondjuk az elég sokat is ér. A másik pont most. Ez az negatív pontot érgez. Az a sát. Hoppá. Olyan, hogy ez így előtt. Aha, oké. Lol. Meg hogy is volt, volt egy olyan, hogy music is just wiggly air. Az nagyon jó. Ezeket hol olvastad?
ezt oh. Redditen. Ne? A per milket azt most találtam ki, azt nem tudom, hogy olvastam-e. Mi volt? Ez azt igen. Epic szép. Visszagyötrük. Bicycle itt ott van. Ja, és tegnap nem kapok rá pontot, lol. Persze, röpüljél! Van egy ilyen rossz szokásuk. Akkor jössz Fortnite? Hát, volt itt. Erre ne építsed a jövődet. Innenálltok a szabály, kimegy a labdáért? Innenálltok van egy, azt tudom. Jobbra. Jobb kész. Minél jobbra vagy annál inkább mész érte. Jó, de hogyha... De csak kezdésnél. Jó. De csak akkor, hogyha egyenlően vagytok, nem? Hát... Aki a legközelebb van... Hát igen, igen. Ha valaki a legközelebb van hozzá, akkor ő megy. Aha, igen. De hogyha nem lehet eldönteni, mert ketten ugyanolyan közelségre vannak, vagy távolságra, akkor meg jobb kész szabály a jobb oldali. Jó, felbasztom. Na, milyen de... beszélgettem. Baszki, a csávó kilögött engem, mert mekkora kis köcsög. Azt nézzek, hogy kilökött. Pont izé mentem volna arra védésre. Nézd meg. Ki és elnök. Arról tudjunk meg. Nem arra volt, hogy jobbra megy, de mindegy. Na mindegy. Ez jó szar volt. Ez jó. Easy game, easy life. Gögö. Beírom. De közben nem így gondolom. Én Diamondba kerültem. Jó, hogy én Diamondok ellen vagyok, érted? Én nekem még rankom sincsen, ne idegesíts. Valahol a bronz, meg a... nem tudom. Fasz között vagyok, félúton. Plastik, ja. Ezek voltak először, nem Grez? Vagy... Elkem is gyanús ez az alma. Ami hasonló nevük volt. Én miért mindig ilyen klánok ellen vagyunk? Klánok? Na mi is klán vagyunk. Én itt állok középen, nyomjuk egymást. De a csávonok erősebb a kocsi, ez mi? Akkor az rule egy Rocket League. Erősebb a kocsi a csávon. Nem, hogy erősebb, ugyanolyan erős. De ne enged, ne hagyd neki. Eltol engem! Ne hagyd neki! Erősebben nyomja a gombot. De így el vagyunk ott itt középen. Ja, az nem baj, rule 1. Így kell maradni. Érted? Mi csinálok ott középen? Ez milyen jó passz volt. De. Mi volt ez az izé? Védelmi. Érkezési izé anomália, amit ott előadott. Én nem tudom, hogy vegyem. Mentem volna azért. Az igen. Szóval az Reaper Cola. Most tudtam végig egy játékot, Broken Age. De ismerős. Broken Age. Neked csak a Broken ismerős. Broken Days. What? Mi van? Szép. Védem a testemmel. Hol? Ott kurvára megérdemeljük. Hát ezután a kiszedés után geci. Ott így erőltettem egyet. Miért csavarodik egyébként balra az oldal? Alá pöndörítettél. Ups. Megy érte a csávó nagyon. Azt a kúra, hogy megy érte. Ó, oh, szép. Ezek jól játszanak. De mi is? Nem. Én nem.
Nem tudom merre menjünk. Hopp! De még kivett? Ne! Kiszedte! Kicsit beakadt az a labda. Belelövettem be. Utána költem. Jön az, amikor minden bejön. Szértem vagy valami? Bocs. És hát még tanulja, hogy melyik a jobb keze. Igen. De én hátrébb voltam. Még a mesterképzésem még nem végzett el hozzá, elég a kreditet. Le voltam altabozva. Jó. Én nem figyelek. Észrevettem. Nem kell külön szólni. Az gól, hogyha bemegy. Na, már megint? Az gól, hogyha bemegy. Hát figyeltem, hogy kapura. Nem volt ott csak. Megint lefoglaltam három embert. Egy pontot kéne szerezni. Hogyan hagyjad? Gólra játszak. Ujjjj. Nekem ezek nem jönnek be ezek a labdák. Innye. Romálázzuk. A picsába. Azért mind a két kapufát érintette. Hoppa. Thanks. Thanks PUBG. Hoppa, elbasztom. Hoppa, ezt is elcsesztem. Labdát nem tudok eltalálni. Elég sokat átbasztam egyszerre, csak hát nem túl effektíven. Ez egy gól. Nagyon rossz helyen voltam. Akkor így most. Hoppáre. Majd az. Az egy... Vele jó. No? Ott valami? Jézus. Addig szerencsét lekedtek. Ja, ezek be vannak szívva. Azt tuti. Ilyenkor szokta a Pepe azt hinni, csatlakozhatok a klánotokba? Amúgy igen. Védem. Jaj! Why you do that? Déles 0-0-0-0 és 0. De azért, mert már egyébként lenne egy csomó ponton, mert volt egy csomó R-hitem, bicycle, a first touch-on, és ezek erre nem ad már pontot, amikre én szedtem mindig a pontokat. A centeredés, azt felejtsétek el. Ez mi volt a grass? Mi volt ez? Volt jó. Nem. Gondoltam már minden bejön. Hopp, 20 pont! Ez az. Most már nem csak a pinget különbözik nullától. Kajak nem jár az Ariel hitérse pont. Az pedig vittem mond Zé. Same. Grass. Ellopod a pont. El. Én már csak ilyen goni vagyok. Jaj, én elrepültem. Hoppá. Én is. Hoppá. Szép. Ne! Visszapattanost akartam, csak nem sikerült. Oh. Jaj, még visszahozzák. Akkor kirúglak benneteket a klánomból. Megy érte nagyon. Jaj. Azaz. Nagyon jó.
Jó. Valami ide. Minden átmegy rajtuk. Hopp! Az egyik el elhitettem, hogy menjek majd érte. A másik az csak simán elbassza. Dénes! De! Ugrottam! Nézd meg, ebben mi volt a rossz? Tisztára rajta voltam, nézd meg! Hopp! Semmi. Hopp! Nehogy már kumbákoljanak. Hát pedig. Ott van! Azaz. Ne inni veszem. Ne kell esnie. Nagyon jó. Yes. Én majdnem visszahoztam őket. Ennyi, agresszor vagyok. Miért kergetik amúgy egymást? Lehet, hogy meg, fogócskáztak egyébként. Meg benchmarker. 95 pontom lett, majdnem száll. Demolition Demon, azt mondja. Absolute Madman. Ennél már csak az a vicces játék jobb, amikor ilyen cipők jönnek ki a kocsikból, meg... Jaaah. Egyebek. Finnye. Ilyet. Na jó, mi a fasz történik, srác? Ez most mi volt? Én véletlen hozzáértem. Én még nem tudom, mi csinálok. Úgyhogy... De én este meg inkább neki érdeznem, ugye? Nem, tőled kérdeztem egyébként, hogy mi volt ez a visszapasz. Izomra. Ez a véletlen aláértem. Ez a visszabikázás. Hoppá. Hopp! Hopp, és ez jó. Jó, én ezeket nem tudom elvédeni. Próbálkozom, de... Nem volt. Ilyen magasra jövő labdákat, akik így repülnek rá, mint a madarak. De esélytelen vagyok. Mennyire egyesen jön a labda, akkor talán esetleg eltalálni. Nem így a levegőben, érted? Adjuk már. Jaj. Hoppá. Nem tudtam, hogy az. Ú, te szar volt, te jó ég. Nekem jó. Oké. Okay. Jó Isten. Pedig jó volt. Szóljál. Üdös a kapu. Erről van szó. Mindig bővítik ezt a... Az a pro play. Amíg ez joystickos vagy. What a utolsó! Play? Köszi szépen, Magdi! Az gól! Beesik! What a szép! Elbocs! Na, ott valam. Egyre csak a... Igen, bátrak vagytok, hogy engem hagytok hátul. Ja, meg volt, úgyse fogsz tűnni. Engem úgy szabadnak be, hogy akartunk. De azért tudok volt tűnni, mert mákos vagyok elő. Igen, na akkor menj el. Összeszabadtak a labda. Most nézd meg. Melyik repked? Húha. Ha megint visszafele. Én. Teljesen jó volt, amit csináltam. A végét elengedve, hogy már nem volt busztom mit csinálni ott a levegőben magammal. Gyerünk, Mark!
voltam. Itt nem jöttek át. Ez szar volt, be akartam adni, de... Hibátlan. Ez az. A rohadék? Vigyázni kell, ezt tudja Micsi. Áll. Ez így jó volt, azaz. Nem? Nagyon jó. Kapuj, csúsztunk bele. Hogy megfordultam, baszod. Jól nézett ki. Nagyon jó. Bocs. Jó lesz. A kurva anyján. Hoppá. Ne. Nem ezt akar, mindig rosszra nyomom a gombot, aztán más csinálok, mint amit akarok. Kétszer akartam ugrani. A ugrás is beklik helyett. Jaj, kirázott a hideg, olyan szar volt ez most. ez súd, de nagyon jól is lőtte a forma. Az egyik nagyon ügyes. Jövök rá. Ó, édes Isten. De az úgy úgy. Ne, na azért. Azt kipincseltük. No. Nem, bemegy. Megeszi. Mekkora mákja van már az ilyen mozsoknak? Nézd meg. Előttem izé patint ilyen. De ocsvány ez a izé fruit valami. Jaj, csináljanak már egyébként ezzel a motorral egy Battle Royale-t. Milyen király lenne már. Mi lenne benne? Gyümölcsöket továbbnak egymást? Hát az Unreal 3 engine-ne. Rocket League motorjával szerint. Ami szinte olyan, mint a kocsi. Ilyen repülőkocsi is a Battle Royale. Nem a kocsikon van a hangsúly. Szégyenek. Ó, de már. Adjuk fel. Report server, nem. Nem tudom, mivel kell elfogadni. Escape. Forfi. Press escape to vote. Mi? Escape-et nyomtam. Mi? Ja, itt van. Ja, értem. Jó. Na, itt kezdődnek a problémák már. Azt itt az, hogy ezt hogy kell megoldani. Nem mondta, hogy press escape, és utána mi keresd meg a vote gombot. Ez escape. Hogy a lehetőségek tárháza elét táruljon. De ezt nem írta. Mert túl hosszú lenne. De csak annyit ír, hogy press escape. Kemény nulla pont. Kinézte belőled, hogy amikor elét tárul néhány lehetőség, akkor tudsz választani. Akkor van esélyünk. Egyébként ez a szar ebben a játékban, hogy csak a legerősebb karaktert nézi a csapatban, és nem átlagot. Mi? Azt nézi, hogy melyik oldalon esett több gól. Kitlődtek több gólt, azt nézi. Ez a sok pláne, el se hiszem, basszom. De akkor mint mi? Béna között. De meg annyit értünk el, hogy a sát végre visszakapja a nevét. Tény, de egyébként tényleg pénteken is volt nevem, kurva jó volt. Arra emlékszem, az az egy dolog, amire emlékszem. Péntek este, azután, hogy hazaértem. Elég haszontalan volt-e? Hát hallod, így nem láttam már. Hoppza. Ha, oké. Okay. Nem tudom, mi történt. De bejött. Már így, tehát hazafele vonatban nagyon dőlöngélve sétáltam. Azt hitte, hogy jobban kiteszem oldalra. Csak hát én ugye béna vagyok.
Ő ezt nem tudta. Majd most megtudja. Bocs. It's okay. Ősz. Ott van, menjél tovább. Hoppa. Ő se túl ügyes. Ja, ezek ilyen kamu diamondok, mint én. Bizsú. Ez a bizsú rang. Ne, pedig hozzáértem, de hát mindegy. Hát, szuka bia. Rá kéne mennem arra, hogy kinyírom inkább az embereket, na? De azt is nehezett állva. De az legalább úgy egyenesít. De arra pont mentem, aki jól tűnt volna. Ez a bajom. Nem úgy akartam. Szép. Nem rossz. Tiszpötty. Ennyi! Ki az mondja? Megoldják értem. Hát az ezt mondtam, Mákos. Mákos guba beköszön. Tényleg. Ezek ide kettőbe akarták lőni. Erre sát előtt vagyok. Fotok ilyen szerezni sát. Mi? Beszólt neked. Ugye? Ott van még egy. Mi? Na, nem mehetett volna. Jaj, ne engem. Ott van még. Dénes útba vagy. Én úgy fordulok meg, hogy ki a pálya szélén. Én úgy fordulok meg, hogy hátra tolatok. És kiteszem. Most miért? Nem tudom. Teljes Y fordulatot az? Igen. Bocsi. Megyek rá? Oké. Okay. Kubaszki. Több közös kurvanyja. Földön. Vizen, levegőben. Nem, földön játék. Jáááá. Egyeket te. Hoppá. Nem így gondoltam. Gól. Ha. Elkukkod. Kicsúlyom. Minnyi? Damn! Ott van-e? Arra megyek, megyek, meg. Hát ezt nem viszont meg. Én ütöttél nézett se. Ütöttélik. Ugye? Nem olyan könnyű. Ezt senki sem mondta. Adjál már, jössz utánom, látom. Meg akarsz pulykázni, vagy. Így fordulok meg. Mi van? Jövök! Ez az eltálltam. Szép. Hoppá! Hozzá is mehet, nézd! Igazából, hogyha így nyerünk, akkor győztesek utat. Nagyon jó. Az jó. Ez nagyon jó. Ott van-e? Mi van? Mi van ott és hol? E. Kb. Ennyi. És legfőképpen E. Ez ilyen pesti mondás. Az E? Tényleg? Pesti vagyok, én mondom, akkor ott pesti mondás, ne? Én mondom-e? Pest, a pestieké.
De, még megy a játék. Engedd bele esni. Nem. Akkor belövik. Annyi baj legyen. De nem lehetünk együtt. De most szopadtak be minket, mondjuk. Jó van. Szeretem a mákos kubát, azt mondja Magdi, vanília öntettel. Nem rossz, nem rossz. Én nem szeretem mondjuk a mákos cuccokat. A mákos, nekem mákos cuccokat. Csását. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Akarsz még venni, Dénes? Nem. Még PUBG-zni szeretném, úgyhogy én hallom a hangját. Szerintem jobban kiégnél, hogyha velem játszanál csak. Na, akkor lezárom a mai streamet. Most a végén sikerült mosolyogni, meg nevetni, meg jól érezni magunkat végre. Na hát ilyen az Rocket League. Ja. Mert nem tudom, miért nem csak ezzel játszunk. Na jó van. Jó éjszakát, szép álmokat mindenkinek, köszönjük, hogy itt voltatok. Pápá, egy kalappal a holnaphoz. Szia a stream. Hát igen. Dísz. Ciao. Ciao.